Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. A Klassz FM-en. A tökéletes reggelhez izmos mobil internet is kell. Nyugi, a Morning Show a föld alól is előteremti neked. Felutazik a Jani a metrón. Sőt, még Balázs és Feri is. Ugyanis október 5-én Magyarország legbevállalósabb reggeli rádióműsora lemegy a föld alá, és a 4-es metró vonalán teszteli a Vodafone 4G hálózatát. 6 óra! Múlt 10 perce. Hol? Ja, itt. Szevasztok. Korai a kezdés. Korai, mint a pöcsöm. Ja? Nem is gondol. Sok mindent gondoltam erről a szervedről. De van egy ilyen mondás, de akartam még mondani, közben eszembe jutott, mindegy, hallottam egy kocsmába egyszer, és nagyon csúnya. Várjál, meg tudok nyomni egy ilyet. Jó reggel! Sziasztok! Jó reggel! Hogy vagytok? Hogy vagy? Jól! Jól vagytok? De jól. Itt a mellettünk lévő stúdióban nem tudom ki dolgozik, halkítsa már le, jó? Mert nagyon zavaró ám, amikor az ember kínáldogál, aztán hallgatja, vagy hallja, vagy hallani vélni a Morning Show-nak a szignálját, és azért nem jön be időben, mert... Kösz! Soha nem jöttök be időben. Mit kell mentegetőzni? Mindenkinél előbben vagyok a stúdióban. Egy ilyen nagy rohanás a folyosón, aztán elmegyek. Be kéne kamerázni. Egyébként igen, és minden reggelt, mert minden reggeletek ugyanaz. Nem kell mentegetőzni. Beszélgettek, ráértek, tökre igazatok van. Most mit, ülnétek itt a Zsüllel, meg velem? Elég az nekem. Ha nincs elég bajom. Hát most még mi is. Hát dehogy is. Nincs elég baj az embernek. Nem kell. Ez a változás. Ez mindig a változás, hogy ugye nem tudod mindig, hogy 6 óra 8, 6 óra 14, 6 óra 15. Van egy kis faktor benne, egy kis izgalomfaktor. Van egy kis izgalomfaktor. Ennyi. Mindig kapom Zsültől reggel, persze, hogy van-e reklám a hírek után, vagy nincs. De azt már mindig úgy kapom meg, hogy később. De nem a Zsül miatt, hanem mert én nem indulok. Mondjuk az izgalmi faktornak hatása annyira nem látszik a Balázson így hátulról, tehát amikor így jövök mögött egy ilyen izévre, ilyen 6 másodperccel lemaradva, akkor nem láttam még egyszer, és hogy szaporázna a lábát csak azért, mert hogy az izgalmi faktor már olyan hatással van rá. Nem, de pont ki tudom számolni, tehát vége a kompakt diszkónak, elindulok, ha látom a folyosón, jövök be, még vetek egy pillantást a reggelire, ha van, oké, szignál, leülök és beszélek. Jó, ez általában 10-ből 8-szor bejön. 10-ből 8-szor ez általában működik. Még 8 perc, és itt fogom enni a kolbászt, amit Feri hozott. Igen, pont valahogy pont ki tudom számolni. Igen, csak most már rövidebb a nyitószignál. Na hát ez az. Egy ideje. Ez okoz azóta egy kis kavarodást, mert amíg az éneklős volt, addig ugye hallottam bent a szerkesztőségét, szóval Jani is, és szépen átcsoszogtunk. Még bőven ideért. De most, ha meghallod azonnantól kezdve, 12 másodperc, és be kell érned. Rohanni kell, és ráadásul egy kávéval jössz a kezedbe, azért az veszélyes is. Mert leöntheted magad egyrészt, a másrészt meg nem jut az eszembe más érve vagy ok, ami miatt egyébként lassan kellene jönni, de én kikérem magamnak ezeket a 2,5 perces popdalokat, vagy nem tudom, aktuális könnyűzenei dallamok. Ez 4-11. Hát én még a kocsiba hallottam magamnak. Bejöttem, mi még dumáltunk, igen. Még lefőztem egy kávét, és még beértem. Ez mászni jó. És már jó érzékkel teszi be hosszabb dalokat. És a tegnapi Áváncsi? Az új Áváncsi volt a múlt héten egy 2.30. Abba csak refrén volt. Fúj. Abba a számba. Tehát, hogy olyankor ezt kiveszi át? Tehát, én nem venném át a kiadónak a nevébe. Komolyan mondom. Tehát, hogy ezt azt most komolyan tesó, gondolod? Bocs, 1 millió euróért mész el fellépni. Jó. Tényleg, még egy kicsit tegyél rá egy percet. Fog már föl. Tegyél már rá egy percet. Kicsit dolgozzál már. Még kétszer rakd bele a refrént, vagy valamit valakitől nyúljál, vagy legyen egy vendégének, és valaki rappeljen már benne. Vagy valami. 2,5 perces számok. Nem akarták mi van a közönséget sorozni a szöveggel, csak a refrén. Igen. Milyen világ ez? Nincs ez pendrive-otok, véletlenül tudod sokkal volna. Keresni. Van pendrive? Persze. Zsül, kérje tőle. Várjál, nincs nálam most, de... Minek pendrive? Csak Zsül, nem. Zsül szeretnék kiíratni egy-két dolgot magamnak. Sorozatot most. Király. Otthon nem működnek annyira technikai dolgok. Menjél el, azt vegyél. Hát most mit, hogy hívják, bohockodunk itt? Menjél el, azt vegyél. De van otthon egy terásom, csak mindig elfejtem elhozni. Nem, és most gondoltam, hogy letöltél Zsúl, és aztán átúzogatom az enyémre. De most! Tehát 10-re legyél itt. És pendrive egy külső Winchester, most hívd, hogy akarod. Ennyi. A pendrive az egy kis külső Winchester. És egyébként tényleg. Hát miért a pendrive nem egy kis külső Winchester? Hát bedugom és kívülről viszem be. Ez egy olyan hardware, amit kívülről viszek be, nem? És ne veszel a részletekbe, lényeg az, hogy menjél és vegyél. Ennyi. Van itt nálad ilyen? Nincs? Miért nincs? Hogy jöhetsz el így otthonról? De komolyan. Szégyellem. Minden nap úgy indulok el, hogy el ne felejtsem elhozni az egy kis egyterás kis... Vagy ez be van dugva a hálószobába a tévébe. Nem hálószobá, egy másik szobá, mindegy. Hálószobában be van dugva. Be van dugva. És reggel mindig elfelejtem, de még este Trónokharcát nézek. De és miután néztél, nem tudod kivenni? Vagy akkor már elfelejtettem. Hát ez van, ez van. Nekem egyébként volt, és itt vitatkoznék a Zsüllel ebben a témában, nekem volt például olyan pendrive-om korábban, ami 4 terás volt. 4 tera Patrik film volt rajta. Imádtam. Tera Patrik micsoda, a legnagyobb. A fekete hajú. Na több mindenről is kell beszélni. Egyrészt arról, hogy... Volt itt egyfajta hallgatói nyomás. Na! A hallgatói nyomás azon irányba, hogy ne hagyjuk mi a hallgatóinkat fél hat és hat között. Fél hat és hat között magányosan. Mert úgy éreztétek, hogy ez a reggeli ismétlés, ez nektek hiányzik. És mi azért vagyunk, hogy teljesítsük ezek kéréseket. És megtegyük azt, hogy ha nektek valami jó volt, bevált vagy hiányzik, akkor azt ne engedjük el, hiszen mi vagyunk értetek, és nem ti értünk. Ez ugye nagyon fontos. Nagyon úgy, jó. Október 1-től, holnap után. Úgy van, éjjel! Visszatesszük az ismétléseket abban a formában, hogy fél hat és hat között is lesz egy, hogy ne maradjatok. Az egy hosszabb, hangvételű, nagyobb terjedelmű, és megmarad a fél hét előtti kis ismétlésünk, a szokásos kis 3-4 percben kis ébresztős jelleggel, kis vidámkodva, nevetve. Tehát kaptok fél hat és hat közé is egyet, egy nagyobbat, hogy meglegyen reggeli koffein azoknak, akik vezetnek, jönnek dolgozni, mennek dolgozni, nem maradjatok nélkülünk, de megmarad a másik is. Tehát két ismétlés lesz. Nagy lelkű vagy. A koránkelőknek, vagy későn fekvőknek. Így van. Sokan panaszkodtak, hogy a Hollywood örvényes című dala is jó, de... Igen. Hát egyrészt... De hogy minden nap... Egyrészt talán kicsit ettől is szeretném megmenteni őket, mert minden éjszaka ugyanaz a zene szól, sajnos. Többet hallottátok, mint a himnuszt. Igen, hát ezen szerintem kéne változtatni, de ez nem a mi dolgunk. Viszont 6-tól fél hétig, illetve pontosabban fél 6-tól 6-ig kaptok egy hosszabb ismétlést, drága hallgatók. Éreztük a nyomást, szerettétek volna, sokan kértétek, hiányzok nektek, úgyhogy visszakapjátok. Jó? Úgyhogy ez az egyik, ami fontos, ez már csütörtöktől egyébként hallható lesz. 2-3 témánk van egy-egy reggel, úgyhogy belefér, valamelyik belefér, igen, Anna legyártja. A másik, hogy megyünk ugye jövő héten hétfőn. Megyünk még ez is. Megyünk metrózni, és ez egy nagyon jó dolog. Igazából ugye teszteljük a 4G-t, de ami nekünk még talán ennél is fontosabb, hogy találkozunk a hallgatóinkkal, együtt metrózunk, és ott leszünk 4 órán keresztül a 4-es metróban. 4G 4 órán keresztül. 4G 4 órán keresztül, 4-en egybe. Egy hónapon belül vasútra szállsz, és metróra szállsz. Hát kérem szépen! Kérem szépen! Mi történik itt, így van, Kejföl Jani álmodsz? 1 hónapon belül egy kis vasutazás, egy kis metrózás. Úgyhogy aztán mi jön? Metrózunk. Troli, föld alatti. Metrózunk. Bicikli. Annyira nem lehet. Most így, mondjuk maximum. Jeges északi szél borogatta 2,5 tonnás autómat, majdnem a 7-esen. Hát azt hittem megőrülök, olyan szél van. Bringa az biztos nem, de hétvégére már jó időt. Nagyon jó. És ezek a vezető nélküli metrók már. Állítólag pont most üzemelték be a vezető nélküliséget, vagyis vonták ki az utolsó vezetőt a forgalomra ezen a vonalon, és most már igen, vezető nélkül. A konkurencia? Hát ezt nem tudom. Mindegy, mi? De nyilván lesz kulcsunk a vezetőfülkéhez. Hát, nagyon remélem. Azt akarom mondani, ezért csak becsászkálunk azért a vezetőfülkébe, megnyomunk ott egy-két világító, don't touch feliratú, don't touch, never, ever, please never touch again című gombot, valamit csak találunk. Úgyhogy megyünk metrózni. Jövő hétfőn. Jövő hétfőn. És akkor leföl a 4-esen. Mennyi idő az? Egy 4-es kör. 12 perc. 12. Aha, jó van. 12 perc. 12 perc. Konkrétan pókjárásban legurulom 16 alatt. Vagy ördögszekérben legurulom, pókjárásban lesétálom. Igen, hát... Sokat megyünk oda-vissza. De nagyon kulturált, gyönyörű. Én mentem, amikor megnyitottam, hogy mindent, amit átadnak Benivel, mi azt kipróbáljuk. Úgyhogy szép megállók, szép autók, reméljük szép nők, a nőknek szép férfiak. Úgyhogy ott lesz, akkor egyes. Jó lesz. És nagyon előre mutató egyébként a dizájn is egy-két állomáson. Én nagyon szeretem például ezeket a műrosdás felületeket, amik már egy picit így szólnak így előre így a jövőnek. Tehát, hogy nem kell karbantartani. Okosan kitalálták, persze. olyan, mintha, de nem. Igen. De nagyon jó ez a kis metod. Úgyhogy ezt majd még mondjuk sokszor, és gyertek velünk egy kicsit, találkozzunk, úgyis kevesebb dolog történt velünk az idén abból a szempontból, hogy nagyon klassz volt a nyári turnénk, már az egyhetes, meg ugye voltunk a postával is itt-ott, de mindig örülünk, ha megyünk, mindig örülünk, ha mehetünk, úgyhogy jövő héten hétfőn. Közönség találkozó a 4-es metron. Szuper. Bizonyám. Az tényleg. Nyereményhegyek lesznek? Még nem tudjuk. Hogyne, biztos. Nyeremény dombok. Nyeremény völgyek. Kuparszemek. Lesznek hát. Jó, időben megtudjuk. Mindig, ha megyünk, mondani. Akkor mindig viszünk magunkkal valamit. Lesz. Biztos, hogy lesz. Na, jó van. Ez tök jó. Na, más nem veszek valamit. De rendes. Valami kis virág. Egy orhidát. Egy papír pohárba kávét. Kapsz tőlem valamit. Magunkkal egy 10 darab tepertős pokácsán. Például. Mi újság van kinek, hogy tehát tegnapja reggelje, mi újság, mondjatok valamit. Hogy elmész így szó nélkül az évszázad híre mellett? Na! Hogy sósvizet találtak a Marson. Hát... A későbbre tartogatta, hogy lehet ilyen amatőr. De nem lehet. Hát kiábrándult a vanázából. Igen, nem mondd már. Sósvíz. Nem tudjuk, hogy hol, nem tudjuk, hogy milyen mélyen, nem tudjuk, hogy mi csoda pontosan lehetett. Van. Még nem biztos, de mi van, hogy vízmosások vannak, hanem vízmosások vannak. A víz nincs meg, csak a vízmosás meg lesz, de nincs meg, de mélyen, de hol fagyott, nem fagyott, hal van benne, cápa, cet, nincs, miért nincs, hol, kicsoda, én, a NASA. Tehát, hogy én levettem a kezem a názáról. Persze, sósvíz. Ezt tudtuk, ezt már megírták egyébként különböző internetes portálok, szaklapok, hogy valószínű ez lesz a bejelentés, hogy sósvíz. Vagy hogy víz, nem is az, hogy sósvíz. Ez tök jó. De semmivel se vagyunk közelebb, semmihez. Semmivel. Az ég egyet a világon semmivel. De miért ne? Mit tudom én? Ja? Tudom. Nem tudom. Hát de csak jó. Beszélek majd róla szívesen, hogy ennek milyen jelentőség van, és ez mit jelent, és ez miért ekkora szám, de nem lesz az. Aha. Mert nem az, tehát hogy nem számít. De nem az, a NASA megint megpróbál amit lenyomni a torkunkon, hogy érezzük, hogy akkor ők még vannak, meg kicsikarni egy kicsit a központi költségvetésből, tényleg, hogy azért még ne vagdossák így is a nagyon megnyilvált költségvetésüket, ezért most odagurítottak neked valamilyen nagyon nagyot. Víz van a Marson. Aha. Jó. Oké. Mi lesz ebből? Mit tudunk? Semmit. De elmondok egy pár dolgot. Majd de várjál, de ez két dolog eleve, tehát hogy már akkor találtak két dolgot, ez a baj, hogy... Nem, életek mindig nem. Mi a kettő? Só meg a víz. Hát érted, azért ez már két találtak. Nem konkrét vizet találtak, amiben már vannak baktériumok, bármi, tehát nincs még nincs semmilyen élő életforma a Marson, tehát nem ebben a formában találtak. Víznyomokat találtak, és nem tudják, hogy honnan jött. Ott volt, most is van, bent van, kint van, fönt van, lent van. Hát ja. Tehát akkor nem úgy képzeljük el, hogyha majd ahogy megérkezik az első űrhajó az első telepesekkel, akkor az első dolog az lesz, hogy egy zil belsőt felfújnak, az ember rohannak a tengerbe. Igen, letesznek egy 5000-es motorral, benzéres motorral megáldott kis szíréhajót, és brutálisan tyúboznak, és iszonyatosan vízisielnek, és nem tudom, mi végbordoznak. Nem, ebben a formában ez egyelőre nincs így. De majd pár szót akkor erről a felfedezésről. Jó, hát minden esetre, hogyha hallgatnak minket most a NASA-nál, akkor bocs, hogy megöltük a bulit. Balázsnak nem jön a srácok, aki le lehet oltani a villanyt, haza lehet venni, lehet keresni másik munkát, menjenek a Mekibe. Ennyit, de okos srácok ők, de ennél több kell. Tehát ennél most már több kell. A Snowden mondja, hogy most éppen már itt vannak, meg ő tudja, meg látta az aktákat, meg felveszik velünk a kapcsolatot, meg próbálkoznak a NASA, meg jön ezzel, hogy fosszilis algamaradványokat találtunk egy 4000 méter mély kráterben, amit él, de lehet, hogy nem, de lehet, hogy igen, és egyébként lehet, hogy víz is van ott. De ha most arra engedélyt adsz egyébként, hogy mindenféle szerzőjogokról lemondva megengeded a NASA-nak, hogy a központi épület haljában, ahol befér 6000 ember, felírják a hatalmas nagy hungarocel betűkkel a falra, hogy ennél több kell, srácok. Ennél több kell, srácok. Hogy ez mindig inspirálja őket a hétköznapokban? Írják ki a mondatomat. Nem az élet kemény, te vagy csicska. Így van, ezt és ennél több kell, srácok. Ennél sokkal több kell. Na mindegy, szóval igen, hát itt van ez a bolygó, egyelőre még azért sok minden nem tudunk vele kezdeni, viszont jön a Ridley Scott film, azt nézzétek meg, mert az nagyon jó. A könyv is nagyon jó, és ha azt jól megcsinálták filmen, akkor az nagyon jó. Azt a nevet adták neki, hogy mentő expedíció, de a könyv címe az a Marsi, így van. És a Matt Damon játszott benne a főszerepet, nagy részt itt forgatták, és baromi jónak tűnik. Az év skifie is lehet akár. Aha. Már beszéltünk róla, jónak tűnik tényleg. Izgulunk. A Ridley Scott azért nem csinál rosszakat. Hát, néha vele. De sajnos igen. Én mondjuk az Alien előzmény filmet is nagyon szerettem. Én nagyon szeretem a filmjét, és általában azért vannak. Csinál sok jót is, akkor mondasz. Én a Prometheus-t is imádtam. Meg vagyok érte örülve. Nagyon szeretem azt a filmet. Igen, most ez a Christian Bale-es mózesos film az ilyen. Azt én nem is láttam. Na, azt nem. Igen. Na jól van, úgyhogy Názáról akkor egy kicsit később majd néhány mondat erejéig, jó? Hát a sokakat érdekel, hogy mi is ez a sósvizes történet. Most viszont akkor jön egy pici ismétlés, nem lesz hosszú. Méghozzá hol van? Ott van. Aha, igen, Feri felvetett tegnap egy érdekes dolgot, hogy hogyan tudjuk szabályozni, fegyelmezni a kicsi elkanászatott gyermekeinket, mert aki szülő tudja, hogy előbb-utóbb elő kell venni a 3-tól 1-ig való visszaszámlálást, úgyhogy sose tudjuk, mi lesz egy után. A pálcát, a kukoricára térdelést, a mese megvonást. Mit lehet tenni? Ezt kérdeztük hallgatóinktól, akik szülők, írják meg, ők hogy szabályozzák a saját gyermeküket. Milyen eszköz van a kezünkben? Tegnap este óta új eszközön van egyébként. A verés. Az? Hát, az már régi. Kilukasztom a héliumos lufidat, világos. Végre, végre. Ennyi. Már ment is aludni. Ez a beszéd. Nekünk ez úgy van, hogy felment a lakások a tetejére, csak magasabb elmagasság, és nem tudjuk leszedni, és mindig az, hogy jó leszedem. De sose jó, úgyhogy nem kell leszedni, hogy 8 méteres létre kéne, meg nagyon nagyobb első. Ott lóg egy ilyen születésnapi lufi 2 hónapja, és valamiért sose kapja meg a gyerek. Kis barátja az óvodás csoportból is lóg a másik végén. És mindig kiabálok neki, ne engedd el, ne engedd el, nem tudunk elkapni. Na, megnézzük, hogy mi történt velünk tegnap, jó? Aztán jövünk vissza még a hírek előtt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. 6:30 múlt. Pontosan 1 perccel itt vagyunk, és hát ez volt az egyik témánk tegnap, zanzásítva, hogy ki mit csinál a gyerekkel, főleg amikor az esti őrület kezdődik, ugye, és hát nem akarja a gyerek megtenni, amit meg kell. Na, gyorsan egy-két SMS, azt mondja, hogy M7-es, 36-os Kőbalcsi felé vadgázolás, autó a leállóban, Henci üzeni baleset, az M1-esen a 30-as kilométernél Budapest felé, kamion az oldalán, csak a leálló sáv szabad. Lacus Köve írta ezt nekünk. Ugye beszéltünk arról, hogy vonatoztam, aztán jövő héten hétfőn megyünk metrozni, kérdezi valaki, mi a következő bali? A séta, Szatyi. Á, nem, ennyire azért nem bátor. Igen, azért lehetetlen megkérjetek, így van. Nagy duzóval játszom veletek, kaptuk ezt is SMS-ben, köszönjük szépen. Addig hülyeskedtek a NASA-val, hogy a végén ledobnak rátok egy meteoritot. A Prometheus gigafos volt, írja valaki. Köszönjük szépen. Én nem voltam. Nézhető az azért. De hát persze valaki így gondolja, nincs baj ezzel. Hát Matt Damon az új filmben megtalálta? Kérdezi valaki. A vizet azt nem találta meg. Egészségedre. Azt nem találta meg. Na, köszi, hogy visszakapom a reggeli kávémhoz az ismétlés, miután nincs a kávénak se... olyan íze. Mióta nincs, a kávénak se olyan az íze. Puszi nektek, Laura. Laura, visszakapod. Jó, minket visszakapsz 5:30 és 6 között. Egy hosszabb hangvételű ismétlés erejéig, csak hogy ne legyenek azok se magányosak, no. akik tényleg, hát ahogy is mondjam, 5:30 és 6 között úgy érezték, hogy magukra vannak hagyva. Hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezetünk. 1-0-ra vezetünk? Igen. Hát, nincs mitől félni, csak a legbátrabbak jelentkezzenek. Jó, akinek tele a gatyó, az most ne jelentkezzem, csak bátrakkal vagyunk hajlandóak játszani, mert ha elmegyünk 2-0-ra, már kicsit úgy érezzük, hogy oda a hét. Mármint, hogy ide. Igen, és ez nem egyre oda. Na, úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Jó, küldjetek friss közlekedési híreket is. Ha van, mi pedig jövünk Ákos után. 9 perc múlva, pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánok! Hát ez százacska lesz. Hát, ez most már azért nem, emellett sem tudunk elmenni. Van a negyedórás hírmagazin, meg volt ez egy 3 perc zene, és százacska. Ez nem is kell mit mondani. A százas a százas, tehát ez nem. Erre nem tudom mit mondani. Akinek dobni kell, dobni kell. Na, azt mondja, hogy M3 103-as kilométernél Pest felé a hídon most állítják a 3 lábút. Rendőrautó jól látható. Azt mondja, hogy dobjál 100-as gyorsan? Nem dobok, még van bent. Micsoda? Múlt héten beraktam 500-at, és abból bőven van. Azóta 5-ször nem késtem el, ne legyen még igazságtalan. Nincsen, meg az egész ország azt mondja, hogy ezt. 100-as. Én nem emlékszem, hogy... Igen, én az 500-as... Ott valami 500-as dobtál. 200-as. Nem, egy 500-as raktam be, és azóta 5-ször nem, dehogy késtem 5-ször. Megnyugodhatsz, hogy igen, de ki tudjuk venni belőle az 500-ast, ha ott van. De ha nincs... nem ér ez az előre bedobás, mert akkor utána arra lehet fogni. Dobjunk csak annyit, amennyit kell, azt hiszem tisztességesen, uraim, jó? Tisztességesen. Tisztességes játékot kérek az asztalnál. Na jó, akkor belerakok most egy 500-ast. Összeállított teljeni az adásmenetet. Persze, hát jó, érted. Most ezt most még elfogadjuk. Nem vagytok szabélyétő emberek, most az egész ország kész bennem, és akkor belerakok még egy 500. Persze. De játszunk valakivel. Megnézzük, itt van már is a játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, halló, sziasztok, Laci vagyok. Szia, Laci! Hello. Laci, halló, jó reggelt! Honnan hívtál minket? Hát jelenleg úton vagyok, 15. kerületben. 15. kerület. Uh-huh. Kivel szeretné játszani? Veled, Balázs. Ó, hát ez csúnya volt, így korra reggel egyből engem. De hát ez mégis csak egy olyan játék, ahol a hallgatók választanak játékos. Kezdjük! Oké. Okay. Jani? 3, 2, 1, fire! Hello, szia Balázs! Szia! Szia, szia! Jól vagy? Minden oké? Okay? Minden az éppen. Na jó van akkor. Figyelj, kérdezhetek? Most? Most, igen. Hát akkor... Hoppácska! Pedig milyen mély és tartalmas beszélgetések indul? Alig bírtam jegyzetelni. Hallod? Kicsit nehezebb amúgy, megmondom őszintén, hogy szoktam így rádión keresztül így próbálkozni, igen, úgyis sokkal egyszerűbb. Persze, hát az ember mondja, milyen béna. De nagyon izgult. Ugye, adásban azért ez picit más, amikor így átjön az auránk, persze. Bizonyám. De legalább jó hosszú volt is tényleg. De legalább doláltam veletek egyet. Tök jó volt, Laci. Én már mondani is akartam, hogy picit lassítsatok már, mert most már feldolgozhatatlan mennyiségű információt tudunk meg Laciról, meg az életéről, és mondom, már ez idő kell, hogy ezt csak kapkodtuk a fejünket. Lacikám, hát ez egy nagyon rövid játék volt. Ez egy nagyon-nagyon rövid játék volt. Eléggé. De nekünk fontos, mert nyertünk, és így viszont 1-1. Nem? 1-1. 2-0. Igen. 2-0? 2-0. Bármit elhiszek. Akár. Én már minden jó vagyok. Laci, legközelebb többet megtudunk rólad, jó? Az biztos. Köszi szépen. Köszi, ciao. Szia. 8 óra után vendégünk lesz, tényleg? Azt a mindenségét, és nem kis ennél minki. Azt a betyárját. Hát megint ő jön ide. Hát nem volt még neki elég. Megint jön. Kovács Ákos gyereke! Nem volt még elég, ezt mondtad. Ő mindig kap, mikor ide jön, de szerintem ő szeret ide járni ettől függetlenül. Szeret bennünket. Meg mi is értékeljük, hogy ő egyébként azok közé tartozik, akik nem sértődnek. Még nem húzzák fel az orrukat, illetve igen, de rájönnek, hogy ettől függetlenül ez milyen jó promó. Új album, új dal, új klip, új ruha, új... kabát, új ködlön, új friszkó, minden új. A feketét tolja, és már nem csak a bonanza miatt, hanem mert slanki. Te tudod, hogy hiszab már, hogy a fekete slankic, úgyhogy... Így van. Pedig már szóltunk neki, hogy ez egy hazugság. És bizonyítéknak néz, csak mit egy tükör. Úgyhogy jön hozzánk Ákos. 8 óra után vele beszélgetünk. Majd. Jó? Na, 4 perc van pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés, küldjétek. Mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hát Calvin Harris kifújta a szakmaórát. Úgyhogy nagy döngölés volt. Így van. Megmutattam, mitől döglik a légy, mitől fogy a speed. Az nagy tusz-tusz volt. Most figyeljetek, ez nem egy tipikus esti zene volt. Micsoda? Ugye tipikus ilyen esti, ilyen bulizós, ilyen szeletelős, ilyen pénteken, ugye? Péntek-szombat nekem pont ez volt a feelingem. Bár soha sem csináltam, hiszen utoljára a Csillagfény diszkóban roptam. Igen, látlak téged, ahogy a különböző aktuális slágerek. Ahogy a valamikori Q-Club diszkóban, Sziget-Szent Miklóson, te nagyon-nagyon... Csak Csillagfény. kukás ruhában, és egy neonzöld ilyen rúddal a kezedbe iszonyatosan pörgeted, és nagyon táncolsz. Figyelj, egyszer aztán voltam még hajnali 4-kor átmész a Küklopszba. Valamikor még a 90-es években elmentem még a Bahnhofba egyszer, akkor majdnem megvertek, és akkor aztán azt mondtam, hogy na jó, köszönöm. De mi azt gondoltad, hogy rockerhely? Vagy hogy kerültél oda? Nem tudom. Félig pedig az volt. De a beengedők ismerősök voltak, volt köztük osztálytársak. Még a nyugati téren az építkezés mellett hátul a hátul. Sokat jártam oda. Sokat bulisztunk ott a Bahnhofban. Ez egy nagy parkoló volt. Volt ott a beengedőknek egyfajta ilyen kis góréja, és akkor... A West Endnek a helyén volt régen. Egy vasúti síneken parkolón kellett átmenni, és akkor lefelé szépen a Bahnhof szórakozó helyre. Nem volt az egy rossz hely egyébként. Ilyen kis hosszú, vékony volt nadrágcíj, jobbra voltak a tánctermek, balra volt a ruhatár. Igen. Meg a bárpult. Ja, jó hely volt. Többféle muzsika volt. Sokat forgattunk arra felé. De azért a Csillagfény, Holdfény diszkónak azért volt egy olyan összehasonlítatlan, izgalmas íze. Annak idején ott a teremnek a közepén volt a pult mindig felállítva, és akkor le lehetett menni. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Csepel szabad kikötő út beállt, mint a szög. Atis küldte nekünk. Baleset történt Cseperem, ez ugyanaz. A gyorsforgalmi befelé a szabad kikötőnél két autó között, és mind a két sávot lefoglalják, emiatt van dugó. Az M1-es autópályán már a 34-es kilométerkőig áll a dugó, kerüljetek Bicske felé, Artúr üzente nekünk. Aztán, drága fiúk, SOS segítséget kérek, a Köki nem működik hónapok óta a lift, és most egy hete a mozgó lépcső sem. Aha. Több 100 000 ember napota van ott. Több 100 000 talán picit erős. 40 lépcsőt kell megmászni. Na, hát mi bemondtuk, segítettünk, hát a Köki terminálnál ezt hát, ha veszi alapot az üzemeltető, egyébként így is én is tapasztaltam, elég sokat járok arra fele. Tényleg így. Ez gondolom nem a bevásárlóközpont, hanem ott a metró résznél, igen. Nem? Igen. De hát ez így szokott lenni. Hát annak idején, amikor átadták, az is tök nagy öröm volt. Ott a Ferihegy 1-nél volt egy felüljáró, és ott is van például lift. És azért nagyon-nagyon megkönnyíti azoknak a dolgokat, hogy egyrészt idősek, marhasok lépcsőkkel föl, másrészt adott esetben mozgáskorlátozott. Na hát azt is lerohasztották egy hónap alatt kb. Igen. Úgyhogy bemondtuk, hát ha tudunk ezzel segíteni. Az M1-est lezárták baleset miatt Pest felé. Hoppá! Az mit jelent? Már értem, hogy mit jelent, hogy lezárták. Megcsöpöltél valami, hoppá. Ja? Most miért mondtam, hogy hoppá? De hogy hol zárták le pontosan, azt nézem, hogy ez az a 34-es kilométernél lehet valószínű? Igen. Balázs üzente nekünk telefonon, hogy Bicske irányába mindenkit leterelnek a pályáról. Akkor várjál, mert az először azt írtad, hogy Pest felé. Most akkor ez meg Bicske felé? Nem, ott a Budapest felé a belső sávban kamion van az oldalán, daruskocsi az úton, tehát hogy a Pest felé történt a baleset, de valószínűleg mindkét irányba akkor leterelnek mindenkit. Tehát az M1-es a 31-es kilométer környékén megállt. Előtte le kell menni, ez a lényeg. Minden reggel ez van, ahogy Boros Lajos mondaná, ez Bicske nyitogató. A Lajos sosem mondott ennyire jót. Voltak szóviccei, de ez bármelyiknél jobb. Hogy van? Segítsetek nekem. Hogy van most Lajos? Itt vagyunk. Hogy van most Lajos? Mit csinál vajon ebben a pillanatban? Most Boros Lajos. Nem. Ki a fogát. Igen, pelenkázza magát nyilván. Ezt nem mondtam. Na, ezt nem mondtam. Lajos jó arc. Nem, ugye rémizgálták bennünket ezzel a dugódíjjal, és megint csak hangosan gondolkozom, de majd ti úgyis mindig okosabbak vagytok, úgyhogy tudtok segíteni. Na jó, nem, ez nem igaz. Jó, vagy csuriba volt az újabb lát. Persze, de 103. Hogy ugye azt olvasom, hogy be kell vezetni a dugódíjat, hát ez mint egy ilyen fekete felhő itt a budapestiek felett, ez itt már így lebeg felettünk. És már évek óta szóval róla, ugye előbb-utóbb be kell vezetni, és hát nincs mese. Ez azért van, mert ugye a 4-es metrót úgy építettük megállítólag, hogy megépítik, támogatnak bennünket, de majd egyszer kötelezővé kell. Ez is az EU miatt van. Ez is az EU miatt van, legalábbis ezt kommunikálják nekünk. De ez most tulajdonképpen mindegy is, mert ugye a lényege az, és én ezt nem értem, hogyha mondjuk jövő évben dugódíjat kell fizetni, mondjuk autónként 5000 forintot. Ugye ez a terv. Aztán itt vannak most más ellenzéki politikusok. Havi, napi. Ez évi. Évi 5000 forint a dugódíj. De ez nem jön ki. Nem jön ki. De hogy ennek nincs nagyon sok értelme. Mert azt gondolod, hogy kevés az 5000? Nem, hát nézzük meg, hogyha évi 5000 forintot kell fizetned, akkor az mondjuk havonta mondjuk legyen egy nagyon durva 400 forint. Ugye? Jól számolok? Nagyjából mondjuk egy 420 forint. Aha. 420 forint. 416,6. 416,6 havonta. Na most azért ez nem egy nagy összeg. Hát nem. Az nem egy nagy összeg. hogy ez hogy jön ki úgy, hogy ugye a dugódíj alapfelvetése az kellene, hogy legyen, hogy oké, én befizetem a dugódíjat, de nekem nem biztos, hogy nekem beéri bemenni a belvárosba, ezért nem fizetem meg. Na most a dugódíj évi 5000 forint, az ugye tudjuk, hogy hát ugye mennyibe kerül. Az autónál, a benzin, a kötelező. Tehát, hogy évi 5000 forint. Nem tényező az 5000. Nem tényező. Tehát azt gondoljátok, hogy ez nem egy visszatartó erő. Hát én azt gondolom, hogy ha havi 400 forintot kell befizetned, akkor azt te befizeted, és ugyanúgy bemész a városba. Tehát mi lesz? Baromi sok autó lesz a városon belül, és lesz egy csomó pénz. Így van, a dugódíj nem éri el ezzel a cél, mert a dugódíj nem az a lényege, hogy most csak egyszerű sok pénz jöjjön hát be, mert az egy úthasználati díj, az nem dugódíj. A dugódíj az, hogyha nincs benne dolgod, ne fizess be, és ezáltal kevesebb lesz az autó. Szóval azt érzed, hogy egy picit így, csak így meg akarnak felelni az EU-s elvárásnak ezzel a kis összeggel? Én csak kérdezem, hogy hogy van ez. Furcsa. Mert más országokban ezt úgy csinálják, hogy minél inkább beljebb vagy a központban, annál drágább, és akkor ezeket ilyen sávokra osztják. Ha. Hogyha egészen a belvárosig mész, ha nem mész a belvárosig, ha a külterületen mozogsz, vagy ha egyáltalán nem mész be. De hát ez most így simán ebben a formájában azért nem jó szerintem, mert rengeteg autó lesz. Tehát a belvárosiak nem lélegezhetnek föl, a bringásoknak nem lesz jobb, a gyalogosoknak. Nem lesz az, hogy kevesebb autó van. Hát nem lesz változás gyakorlatilag semmi. Csak kifizetik az 5000 forintot, ezzel egy picit beljebb van a főváros, megfelelnek az EU-s elvárásnak, de ugyanakkor semmi sem fog változni, nem fogják termentesíteni. Na jó, de a dugódíj lényege nem az, hogy én arról gondoskodom, hogy azért vezetem be, hogy kvázi kevesebb autó legyen bent a belvárosban. Dehogy nem. Így van, aki be akar menni, az meg fizesse meg. Ha nagyon be akarsz menni, és nem akarsz átszállni, fizes. Lusta vagy, nem szállsz ki a kocsiba, fizes még többet. Egészen lusta vagy, egészen be akarsz menni, fizes annyit, hogy már ne érjen meg bevenni, szállj föl inkább a metróra. Egyébként nem egy rossz elgondolás. Tehát önmagában nem rossz. De hát így, ennek nincs értelme. Fura. Én befizettem az 5000 forintot, és ugyanúgy bemegyek a belvárosba, hogy te is befogod, és mindenki befogja, mert havi 450 forintról beszélünk, az azt jelenti, hogy napi mennyi most? 16. Napi 16 forint. Tehát napi 16 forintért tudok én bemenni mondjuk a központba, a Deák térre, a Nyugati térre, bárhol. Hát ez a pont semmi kategória. Hát, napi persze. 16 forintért persze, hogy bemegyek, nem teszem le az autómat. De szegények, akik meg ott vannak a belvárosban, megfulladnak miattam, mert én viszont bemegyek, mert nem vagyok érdekelt abban, hogy nem menjek be. Hát ez így nem jön ki. Tehát ennek nem sok értelme van. Hát illetve attól függ, hogy onnan nézed a dolgot, mert ha az az értelme, hogy feleljünk meg az EU-s elvárásnak, tehát legyen dugódíj, de azzal mi keressünk is marha sok pénzt, már nem mi, hanem aki ugye benne van abban a részében a dolognak, akkor az egy teljesen logikus döntés. Ugyanis, ha nagyon magasra állapítanád meg a dugódíjat, ténylegesen dugódíj lenne, akkor nagyon kevesen fizetnék be, tehát kevés pénz fog bejönni. Na jó, de a dugódíj lényeg elsősorban nem az, hogy baromi sok pénz jöjjön be, hanem valójában megoldjuk azt, hogy kevesebb autó legyen a fővárosban. Neked nem az a lényeg. Tessék? Neked nem az. Na most ez nem magánsebben megy, tehát igazából nem lehet benne, ez központi költségvetés, persze, főváros. Hát tehát kell növelni. Persze kell növelni, csak így ez inkább tényleg egy úthasználati díj. Igen. Nem? Tehát itt az van, hogy fizes be 5000-et, azt menj be a városba ugyanúgy. Ezért kell nagyon-nagyon okosan kitalálni, hogy mekkora legyen ez az összeg, hogy legyen már visszatartó ereje is, mert azt mondja az autós, hogy hát igen, ez az összeg azért már egy picit fáj nekem. Tehát, hogyha én beviszem az autót, már pedig be akarok menni, de akkor be kell fizetnem ezt a dugódíjat, és azért ez egy masszívabb összeg. Ezért van az, hogyha megfigyeltek, azért valóságos sokkal közelebb például az LMP-nek a javaslat, ez a napi 700 forintos. Az meg mondjuk szerintem már egy picit túlzó, tehát hogy ott azért már az egy komoly összeg, de ha már tényleg a dugódíjnak a valódi funkcióját nézzük, akkor az ő javaslatuk azért közelebb áll a valósághoz, mint a fővárosé. Igen, csak ez nem jön ki, mert fizetek az elkerülő útért, ugye? De közben fizetek azért, hogy bemegyek a városba. Tehát ez így semmiképp. Én nagyon támogatom ezt a dugódíjat, mert azt gondolom, hogy talán aminek van értelme, annyi féleképpen, annyi mindent fizetünk már, de talán az egyik leghasznosabb dolog lenne, hogy elsősorban azok, akik ott laknak bent, fellélegezhessenek. Gyerekek, biciklisek, babakocsisok. Tényleg nem menjünk fölöslegesen át a városon, ha meg tudom kerülni, vagy le tudom tenni a kivéve azoknál, amelyek nem nagyon tudod megkerülni, tehát azt csak azért halkan mondom hát, el, hogyha mondjuk a belvárost lezárod, akkor gondold el, hogy az összes olyan autó, aki kerülni akar mondjuk Budáról Pestre, vagy északról délre megy, az mind akkor majd a Hungárián fog menni, ami állni fog, mint a franc. Hát a Hungárián. Tehát ha meg még kijebb mész, akkor az M0-áson egy 70 km. Hát olyan nincsen, hogy nem fáj. Tehát mindenkinek fáj, fájni fog. Tény és való. Meg hát nyilván, hogyha bevezetik, már pedig be fogják vezetni, akkor azért tényleg azt is jó lenne tudni így előre, hogy kik azok, akik valamilyen formában azért mentesülnek ez alól. Mert aki mondjuk hivatásszerűen mondjuk oda van kötve az autójához, mert azzal jár, árut szállít, stb. Nyilván azokat más, ez mentesítik. Most ha te pék vagy, és egy kifli csücsköt szállítasz, érted? Akkor de csak a csücskét? A briósos azok meg kakaót az iskolába, vagy nem tudom, hát ez hogy óvónéni vagy, és akkor be kell menned a nem tudom, 5. kerületi óvodába, vagy ott dolgozol. Persze, ezek most már részletkérdések, én csak a nagy általánosságban nézem, hogy ez így valahogy nem tűnik egyelőre. Nem sok. Nem. Jónak, pedig önmagában egyébként tök hasznos dolog. Valahol tényleg az évi 5000-es, meg a napi 700-as között lehet az igazság valahol. Árban? Igen. Hogy ott van az igazság? Uh-huh. Nem tudom, hogy mennyi pénz lenne az, amiért letegyem az autóman. De hát tudjuk, hogy az autósok azért az utolsó fél pénzüket is inkább beletankolják, és inkább nem esznek, és inkább tényleg megvonják a gyerektől a karácsonyi ajándékot, bármi, csak ne kelljen kiszállni az autóból. Tehát az autósok, azok így működnek. Utolsó utáni pillanatban mondanám azt, hogy jó, na jó, ez már tényleg. Az autósok azok komolyabb függők, mint például a dohányosok? Hát látod. Hát úgy tette le a cigarettát, mint a húzat. Hát én nem tudnám így letenni az automat, hogy letette a cigarettát. Hát nézd meg. Ha ránéz, rosszul van egy cigarettás doboztól. Köpköd, krahácsol, érted? Hát most, csak elment az utcán az előbb valaki cigivel. Meg. Tényleg. És megdobtad egy izével egy... Hogy fogják megoldani? Mit? Azt a dugódíjas sztorit. Tehát matricát veszel évi 5000-ért? Amit néznek, vagy sorompók lesznek a belváros felé vezető utakon? Az szép lesz. Azért az szép lesz, hogy lejössz az Erzsébetiről és beleszaladsz egy sorompóba. Azért azt nehezen tudom elképzelni. És mellék utcában is kell, hogy legyen. Majd az új trafik, azok mindent csinálnak. Azzal fogják nézni? Igen. Drága hallgatók, csak kíváncsiságból tényleg, mi az a pénz, vagy mi az az összeg, amire azt gondolja az ember, hogy leteszi az autóját? Csak nézzük meg. Tehát azok, akik autófüggők, és ti, akik azért, hát tényleg, ha az ember megteheti minden nap belül az autójába, van-e az az összeg, amiért te mondjuk azt mondod, hogy oké, átszállok a BKV-ra, vagy pont leteszem mondjuk Kelenföldön az autót, pont be tudok jönni a 4-es metróval, jó és kulturált is, mit tudom én, és tényleg nem kerül sokba. Vannak már azért a BKV-BKK-nak is kulturált járatai, és mondjuk én leteszem az autómat, és bejövök. Hogy mi a keret, vagy mi az összeg, vagy mi az a... Tényleg az összeghatár, amire azt mondod, ez már lehet, hogy egy kicsit fáj. Igen. Ez már lehet, hogy egy kicsit fáj. Valami, és ezért letenném az autót. Tessék? Vagy te semmiért. Én baromi lusta vagyok, és baromi kényelmes vagyok, és én nehezen tudnám letenni az autómat. Ez jó. Hogy ennyire lusta vagyok, az jó? Nem. Maga felvet, és ha esetleg már nagyon unja Tarlós úr a Led Zeppelin összest, akkor ő is hangosítsa fel a rádiót, mert tök jó támpontokat kaphat a műsort. Illetve a hallgatóinktól. Nem, hát ez egyébként tényleg mondjuk Londonban is baromi jól működik, hogy ott mész egyre beljebb, és egyre többet fizetsz, és vannak bizonyos megállóhelyek, és iszonyatosan nézik a kamerának. Tehát brutálisan fel van minden szerelve. És nem sorompók vannak, hanem hihetetlenül kiépített kamerarendszer. Ami arról szól, hogy látja a rendszámot, és hihetetlenül magasabb büntetés. És ha neked abban a körzetben ott nincs keresni valód, vagy nincs megfelelő matricán, akkor pillanatokon belül megérkezik az olyan magas büntetés, amiért te sokkal inkább érdekelt vagy abban, hogy megvedd a megfelelő matricát a megfelelő körzetbe. Föl van osztva a város, mész, és folyamatosan látod, hogy minden lámpánál, ahogy megállsz, ott vannak oldalt a kamerák, és folyamatosan nézik a rendszámot, és tudod, hogy te már itt állhatsz, nem állhatsz, ide bemehetsz, vagy nem mehetsz, és tökéletesen jól tudják tartani az emberek. És működik maga a rendszer. A dugódíjat befizeted majd itt, akkor nem kell parkolójegyet venni? Mennyire jó felvetés. Mert hogy fizetek dugódíjat, csak tényleg mondom, ezt most az nem tudom, hogy ez az 5000 lesz, vagy mennyi. Bemész a dugódíjas területre, úgyhogy befizetted a dugódíjat. Aha, szerintem ott, de. Ugye? Hogy az még lesz egy karika, amivel egy óránként 4-5. Illetve az is marad. Illetve az marad. Aha. Hát, plusz költség mindenképpen. A kettő összefüggésben van? Hát csak azon gondolkodtam, hogy ha már bemegyek, érted, befizetem arra a területre a behajtási engedélyt, akkor az most csak arra szól, hogy áthussanok rajta, vagy mondjuk meg is állhatsz. De a Jani szerint, és én szerintem a parkolásért ugyanúgy fizetned kell. Tehát a kettő az nincs összefüggésben, az, hogy te bemész, és ezért hozzájárulsz a közös teherviseléshez, hogy azok, akik a belvárosban laknak, ne fulladjanak meg. Attól függ, hogy ha te még megállsz, akkor nyilván ugyanúgy kell parkolást fizetned, persze. Én nem gondolnám azt, hogy te befizeted, akkor nem fizessél parkolást. Miért? Hát akkor ott biztos, hogy csökkenni fognak a bevételek akkor, hogyha bevezetik a dugódíjat. Hol? Hát a parkolások sem. Igen, csak nem lehet mindent a bevétel oldani. Persze, de az jó. Tehát elsősorban ugye a dugódíjnak nem is a bevételt kéne szempontként tekintenie, hanem azt mondani, hogy ennek az intézkedésnek elsődleges célja az, hogy kevesebb autó legyen. Mindegy, hogy milyen áron. Nem? És ezért nem jó az 5000 forint. Nem, és nem azt mondom, hogy legyen több, csak hogy egy jobban átgondolt dolog. Mi szerettünk volna egyébként valakit megszólaltatni, és szerettük volna, ha ne csak mi hárman beszéljünk elről. Juli írt elég hosszú leveleket tegnap. Főpolgármester, alpolgármester, mindenkinek írtunk a városházára is, és azt a választ kaptuk. Egyébként nagyon helyesek voltak, hogy ők jelen pillanatban, mivel még nem egy kész dologról van szó, így nem tudnak, nem akarnak, nem kívánnak nyilatkozni. Úgyhogy nincs ebben a témában megszólalunk, de szerettük volna, hogy valaki megszólaljon. És elmondja, hogy mi a cél, mire gondoltak, jó, nem jó, mit gondolnak erről az 5000 forintról. Mondjad, mit akartál mondani? Sokan a BKV bérlethez hasonlítják a dugódíjat árban. Azt mondják, hogy most ugye 10.000 forint, 9.500 a BKV bérlet, azt hiszem, és 10.500, ha áfás számlát kérsz, hogy ehhez bérten lehetne a dugódíjat egy kicsit mérni, hogy mondjuk azt mondod, hogy ha 9.000 a dugódíj, egy hónapra 9.000, még akkor is inkább kifizeted, mint a 10.000 forintos BKV bérletet, mondják ezt sokan. És akkor már nem éves szinten 5.000-ről beszéltünk, hanem havi 9-ről, és azt írja a hallgató, hogy még akkor is megéri neki kifizetni. Mert a BKV bérlet az meg 10.000 havonta. Igen. Meg hogy milyen járat, meg milyen sűrű, meg hol laksz. Tehát azért ez nagyon, hányszor kell, nagyon sok minden előszöfügg. Tehát mondjuk tételezzük fel, hogy valaki nem annyira baromi, nem tudom, lusta, most én magamra vállalom ezt a szerepet, tényleg én még a gonosz rossz autós, hanem egyszerűen azt mondod, hogy oké, nézzük meg, hogy az autóval elindulás gyerekkel 7 óra 10, ugye? Mert ott vagyok 30 perc alatt, de egész egyszerűen az agglomeráció, a BKV járatok sűrűsége, azok kulturáltsága, és egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy ne 4 szállással kelljen mondjuk a 2 gyerekkel, 6 óra 30-kor elindulnom, 7 óra 20 helyett. Ja. Tehát, hogy itt azért sokszor az ember úgy is dönt, hogyha nincs a háza előtt egy buszmegálló, vagy nincs kiépítve ott, vagy 15 percet kell, akkor egyszerűen inkább beülsz és mész, és nem azért, mert nem tud letenni, hanem mert tehát tényleg mondjuk 1 órával korábban kell elindulni, amely gyerek életében reggel az iskolánál, amikor a 4-8-kor keltegetett, hogy menjünk, és hullafáradt, nagyon sokat számít, hogy 7-kor kell fel, az a gyerek vagy mondjuk 6-10-kor már föl kell ébresztened, és álltok a megállóba. Hát úgy azért nehéz kiszállni. Nehéz úgy dönteni, hogy szállj ki az autóba. Nem? Jogos. Hát ez na de pont erre jó a dugódi, mert az agglomerációba eljössz valameddig, ott teszed le, P+R parkolók épülnek, mert ugye ez is egy kérdés, na, hogy oké, de hol teszem le? Hova rakom? Hol tudok megállni? Ugye? Az évekkel ezelőtt hallottunk olyat, hogy mondta valaki, amikor bevezették a buszsávot az M1-7-es. Emlékeztek? Foglalkoztunk vele. Komoly műsor volt. Igen. És egy nyilatkozó, én nem tudom honnan. Elővárosi, a vekések mondták. A vekések azt mondják, hogy nagyon jó, azért vezettük be a buszsávot az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán, hogy majd letegyék az autót. És megkérdeztem, emlékszem a adásban, hogy mégis hol tegyék le, hát ha nem épülnek az agglomerációban P+R parkolókon, leteszem, átszállok. Ugye? Hát ez a lényege. Azt mondta az ember, sose felejtem el, használják az Osan parkolót. Óriási. És ennek mennyire örült az Osanos, így valamit összemorzsolt a kezében. Igen. És sose felejtem el, de erről beszélünk. A csávó szerintem hallgatott minket reggel. Meghajlott a kapukulcs a kezébe. Nincs is jobb, mint egy teleparkoló, úgyhogy senki nem hozzád megy vásárolni. Hogy szeretik. Imádják az autósokat, igen. Hogyha jön a vásárló, ne tudjon beállni, mert mindenki azt mondja, hogy használják az Osan parkolóját. Tehát, hogy ez egy bonyolultabb, összetettebb dolog annál, de baromi jó lenne, ha épülne egy csomó minden, és akkor de biztos, és akkor ez egy működő dolog lehetne, figyelj, szerintem, meg nagyon európai, nincs ezzel baj. De simán, hogy lehet, hogy ezen a téren is van már változás, mert lehet, hogy ebben az évben már a Tesco parkolókat ajánlják. Na, azt mondja, hogy hát vannak egészen elvetemült ötletek, azt mondja, ha ingyen adják a BKV bérletet, kiszállok az autóból. Írja nekünk egy hallgató, nem annyira jogos elvárás. Jó, szerintem. De ha ingyen adják a BKV bérletet, akkor minek? Igen, de a benzint se adják ingyen, a BKV bérletet se adják ingyen, igen. A BKV bérletet kellene megvenni, az lenne a dugódíj, írta nekünk valaki SMS-ben. Páros rendszám az egyik héten, páratlan a másik héten, úgy mehettek dolgozni. Régi nagy klasszikus, aki teheti, az veszi rendszámot. Vagy cserélgeti, vagy van 3 autó. Páros, páratlan, nulla. Vagy csak egy szám forgatható a rendszám. Tényleg. Igen. Az utolsó jegy. Igen. Ha lenne parkolóház és metróbuta őrsön, dugódíj nélkül is letenném az autót. Ezt Ákos küldte nekünk. Egy nap alatt akár 2000 forintot is elparkol az ember, napi 3-4000 forint is elképesztő lenne. Kaptuk ezt is SMS-ben. Az anyósomat költöztessétek a belvárosba, messzire elkerüli mindenki. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy ha bejáró vagyok, vidékről érkezem, vannak olyan ingyenes parkolók a város körül, ahonnan tömegközlekedéssel bárhova eljutok normálisan. Koko, hát erről beszéltünk. Kérdezi, jogos abszolút a felvetés. Azt mondja, hogy Balázs, a boros üvegre nem lesz dugódi, ugye? Azt már nem akarom letenni, írta nekünk valaki, nagyon jó, bejelöltük. Ha minden autós elkezdene tömegközlekedni, összeomlana a BKK. Üdvő Szüszi, mondta valaki. Hát ebben is azért van valami. Tehát, hogy ezért a BKV-nak, vagy mindegy, a tömegközlekedésen mondjuk így, hogy állandóan ráfutunk el a BKV-ra, azért van egyfajta szintű túlterheltsége bizonyos vonalaknak, miközben azért a 4-es meg nem annyira. Igen. Azt mondja, hogy havi 40 000 forintért leteszem az autót, ha annyi lenne a dugódi. Valaki azt írja, hogy 5000 forint, és azt simán letenném. Havi bérlet árát írják sokan, hogy az megfelelő. Az megfelelő lenne. Azt mondja, hogy sziasztok, persze, én fizetem a benzint, fizetem a parkolást, és fizetem a BKV bérletet is. Egy kicsit ez így sok. Megint fordítva vagyunk bekötve, infrastruktúra semmi, de már is beszednék a pénzt. Jött ez is SMS-ben. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy BMW-n van, előbb zavarom el az asszony, mint hogy a kocsit tegyem le. Függ a BMW-től. A havi felnőtt BKV bérletára 9500 forint, ehhez képest az éves 5000 forintos dugódi semminek nem minősül. Bogaram küldte nekünk. Amíg a havi bérlet drágább, mint a havi dugódi, miért tennék le az autót nem őrzött parkolóba? Ezt Banderas kérdezi. Igen, ezek abszolút jogos felvetések, és hát azért az agglomerációval együtt egy 2-3 millió embert érint, ha ezt jövőre bevezetik. Szerintem ezért kell róla beszélni. Talán ennyire azon hallgatóink, akik nem Budapesten laknak és az agglomerációban, engedékenyek, hogy néha ilyen kicsit lokálisabb témákkal is foglalkozzunk, de kell. És akkor az egységesség sem eldöntött még, tehát hogy egységes lesz az egész városra nézve, tehát még simán előfordulhat, hogy ilyen sávos lesz. Nem, most egyelőre, amit hallasz, az az, hogy napi, havi ennyi és kész. Befizeted, bemész. Mondja, Rákos? Két terv van, sziasztok. Ez egyébként a Tarlós mondta, hogy vagy lesz egy egységes, tehát a Budapest közigazgatási határán belül 4-500 forint, vagy még az is elképzelhető, hogy lesz a belső kerületekre külön, mint egyébként ez Párizsban, vagy több más európai városban is megtalálható, hogy ott lesz tehát még valahogy egy kapu, csak hát ugye ki kellene építeni valami kapurendszer. Tehát hát egyrészt ez, másrészt még ne felejtsük el, hogy akkor az nem azt fogja jelenteni feltétlenül, hogy a városon kívül teszik le az autókat, hanem a peremkerületekben. És annak meg a peremkerületek marhára fognak ám örülni. Igen, meg a áruházak parkolói. Igen. Kelenföldön épül P+R parkoló. Hát ez egy baromi kultúrál dolog ott. Egyébként jártam arra felé. Mit kerestél egy P+R-ben? Nem a P+R-ben, hanem láttam az építkezést, meg a megállót. Azt hittem, már itt tartunk, hogy leteszi a kocsit Kelenföldön, azt átjön. Azért gyerekek. Na, hát most mondod, te hajtál kinn az alfád, azért olyan sokszor te se jössz mással. Néha bebringázod, de akkor szerintem még annyi az alkohol a szervezetben, hogy nem mersz kocsival jönni. Tegnap is bringáztam a városban. Tényleg? Úgyhogy lerobbantál? Nem, mert én volt már Facebookon. Működik. Nem volt. Vicces. Szeretem ringázni. Sztorifotózás volt, hogy mi volt? De, igen, nem hot. Az a barátunk. Várjál, csekkolom. Hol lesz egy hét múlva, hogy újra bringázik, Feri? Jó, többet bringázol, mint én ezt aláírom. Hát kicsit, persze, nem persze, sokkal. Persze. Kicsit. Na jó van. Jó, hát megnézzük, hogy mi lesz ebből a dologból. Azt mondja, hogy rosszul néznek ki egy 6 méteres gerenda a villamoson, Zsolt. Köszönjük. Ez jó. De egyébként tényleg. Köszönjük szépen. Érted, vagy a vajtniken gyerek, tudod. Igen. Csak le, bocsánat, csak lerakom én ezt a 300 darab félbarnát. Még meleg. Kevin, nem húzzunk már bele. 7:30 út, pontosan 2 perccel, 8 óra után jön Ákos hozzánk. Vendégünk lesz. Jön Ákos. Istenem. Azt a mindenki. Már érzem is a barbon illatát. Úgyhogy vele folytatjuk, ha valaki játszana Owen bácsival, Berunénivel, jelentkezzen játékra, mi pedig jövünk a hírek után. 7:45 lesz, pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak, nem borzoljuk tovább a kedélyeket, nem foglalkozunk tovább a dugódíjjal, mert itt mindenki az SMS falon őrjöng, és mondja, Jézus, még egy sarc, majd ha bevezetik, vagy amikor bevezetnék, még elővesszük. Most csak hangosan gondolkodtunk igazából, hogy mi lenne a jó, kinek mi lenne a megfelelő, ki mit szeretne, nem szeretne, ki az, aki leteszi az autóját, nem teszi le. Sokan sokféleképpen gondolkodunk, mi is máshogy. Én autósként, te BKV-sként felé hori, hogy hol úgy. Úgyhogy... Hát de az a gondolat, egyébként abszolút tudok azonosulni, amit az egyik kedves hallgatónk sírt, hogy amíg a BKV bérlet több, mint a dugódíj, addig nem fogják letenni. Ráadásul ugye, hát ugyanolyan sokszor beszélünk róla sajnos, hogy nincsen komoly szolgáltatás mögötte. Kéne, így van. Csak a Pest felé vezető oldalval lezárva az M1-esen a 31-es kilométernél. Brutus küldte nekünk. Csepel szabad kikötő út beállt, mint a szög. Atis üzeni. Aztán a 37-es főúton Károlyfalvánál és Tolcsvánál mérnek a rendőrök mindkét irányban. Móni, aki borsodi. M3-103-as kilométerénél Pest felé a hídon most állítják a háromlábút, rendőr, autó jól látható, 24 órás futár. Pisti üzente nekünk, aztán M7-es 36-os Kőbalcsi felé vadgázolás, autó a leállóban, ezt pedig Henci küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy még van-e valami friss... Összetört, igen. Összetört a NASA. Jó, köszönjük szépen. Semmi a NASA-val kapcsolatban, ja. Összetört. Mi ez a csörömpölés? Összetört a NASA váza. Jaj, ezt küldték nekünk. Na, olvastátok ezt a sajtótájékoztatót a NASA-val kapcsolatban? Olvastátok? Igen. Persze, hogy olvastátok. Igen. Ugye? Igen, és én nagyon örülök neki, ez egy korszakalkotó bejelentés, hogy sós víz van a Marson. Tehát van kő, van homok, van só, és van víz. És a szavakat külön-külön egyébként kiválóan jól összetettek. De most mi van? Most kiderült, hogy van víz, és akkor most mi történt tulajdonképpen? Mert a bejelentésnél azt mondják, hogy hát azért ezt már eddig is sejtették, tudhatták, és igazából nem is a vizet találták meg, csak a víz látható nyomait felfedezték, tehát oda kellene küldeni valamit, ami majd eldönti, hogy ez most mit jelent alapjával véve. Ez még nem jelent azt, hogy volt élet, vagy hogy van élet a Marson, csak azt mondják, hogy vannak látható nyomok, lehetett valamikor élet, igen. Vagy hogy valamelyik, az élet valamelyik formája fent tudott maradni, és de bírja a sót, bírja a vizet, bírja a hideget, és életben tudott maradni. Mondjuk extrém módon jégbe fagyva. Tehát konkrétan víz még nincs. Konkrétan víz még nincs. Ők ezt most így azt mondják, hogy van. Konkrétan de nincs, de van. Na most akkor van vagy nincs? Tehát azt mondod, hogy a nyomait látja a NASA a víznek, ráadásul ezek a nyomok olyanok, mint a sós víz nyoma. Hadd röhögjek már. Elviekben ez egy ilyen új képelemzési módszer, amiből az örök, hogy ott van a víz, tehát hogy nem csak arról van, hogy vízmosás, meg mit tudom én, folyómederszerű kanyarulatok vannak, tehát hogy ez nem a nyomai, hanem ez konkrétan víz. Igen, és sós. A víznyomot látják, és azt mondják, hogy vagy a maga a sótartalom köti meg a vizet, és a vízmolekulákat is az láncolja magához, vagy magának a légkörnek a nedvességét, vagy pedig azt mondják, hogy ott volt valamikor víz, vagy van a földbe fagyva víz. De semmi más nem tudnak, oda kéne küldeni egy műszert, hogy akkor most ezt megnézzék. Ezt ne felejtsük, már csak 5 évet kell kibekelni a következő szenzációi, mert akkora ér van vissza a minta. Azért ez egy érdekes dolog, ha kiderül, hogy mondjuk van ott élet, vagy volt élet. Nem? Ha víz van, akkor van élet? Hát az élet ugye az most nem csak a két lábon járó humanoid, hanem bármilyen élő. Pár millió év alatt simán kialakulhat, és az meg azért szerintem jó hír. Itt van, mindjárt itt van. A feleség tudja, hogy nem volt-e ott előbb, mint itt? Csak onnan jöttünk át. De ez is egy jó felvetés. Hát, hogy mi vagyunk a marslakók. Tanulmányozunk egy bolygót, és nem történt más, mint hogy egyébként sok-sok millió évvel ezelőtt már azt mondjuk belaktuk, lelaktuk, felégettük, nem tudom, elérkeztünk ide, majd most tanulmányozunk újra egy másik bolygót, hogy milyen jó lenne oda visszamenni, ha mondjuk itt nem sikerül nekünk az élet, vagy kudarcot vallunk, vagy elrontjuk. Tehát lehet, hogy pár évmillióval ezelőtt, millió évvel ezelőtt volt egy rádióműsor a Marson, ahol arról beszélgettek, hogy éppen most találtak valami vizet egy földnevű bolygón. És irány az új haza. És az lehet az új hazánk, az új otthonunk. És irány az új hazánk, az új otthonunk, igen. Aztán most pedig megyünk vissza, mert egyre lakatatlanabb a bolygó, és még 50 év múlva, 100 év múlva, 200 év múlva mindenki erről beszél, hogy az egyetlen alternatíva, ha itt már mindent tönkretettünk, hogy megyünk a Marsra. De hogy menjünk vissza a Marsra, vagy megyünk most, tehát ezt nem tudom. Igazából minden esetre a felvetés az érdekes. Megy a szonda majd, és megnézi, hogy ott most valójában mi van. De hát egyelőre, nem tudom, nagyjából ezt a felvetést ez volt a nagy szenzáció. Ez volt a nagy szenzáció. Vártunk tegnap. Megnyugodtál te ilyenkor? Én nem voltam ideges. Vagy most már így elengedted ezt a názás sztorit. Nem tudom, nagyjából ezt vártam, nem voltam túlságosan ideges. Már várnék valami sokkal durvább bejelentést. Na ja, fura dolog ez az űrkutatás, mert egyfelől marha izgalmas, másfelől meg az ember elgondolkodik rajta, hogy mondjuk miért tart fent mondjuk űrkutató intézetet, meg különböző technológiai, meg fejlesztési intézményeket, meg miről milliárdokat például India az űrkutatásban, miközben azért ott van baj csőstül. Tehát, hogy lehetne itt a Földön is egy-két dologra költeni azt a rengeteg pénzt, amit ebbe a sztoriba beleölnek. Igen. Na mindegy, meglátjuk, hogy mi lesz a dologból. Játszunk egyet, itt van a játékosunk, Owen bácsival játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Owen bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Valaki azt mondja, nem újdonság, hogy van élet a Marson, hiszen már évtizedekkel ezelőtt itt volt az egér a Marson. Köszönjük. Egér a Marson. De utáltam azt a mesét, egy rohadt egér. Az elejére a főcím, az nagyon jó. Fú, volt, ahogy óriási nagy egér, egy bolygó. Egy brutális nagy egér volt, és mindig volt egy egérzenekar is. Igen, és mentek utána, vagy hogy volt ilyen... Együtt egy ilyen, hogy ilyen tamburmajoros, ilyen, hogy ilyen csimbum cirkusz. Igen, érdekes, érdekes. Na, halló, jó reggelt! Szép jó reggelt, sziasztok! Szia! Jó reggelt, hello Csaba, honnan hívtál minket? Nos, jelen pillanat Budapestről, Ferihegyről. Utazol valahova? Tessék? Utazol valahova, vagy ott dolgozol? Nem, itt dolgozom Ferihegyen. Mit csinálsz, ha nem... Főzök. Szokácskodom. Aha. A repülőgépekre a kaját te csinálod? Hát nem feltétlen. Tehát a földig kiszolgáló személyzet. Fú. Nekem volt annak idején egy haverom, akinek az édesanyja Ferihegyen dolgozott, gyerekkorunkban imádtuk, mert mindig hordta haza a grill csirkéket, amik megmaradtak a gépeken. Hát sajnos ezek az idők már elmúltak. Régió malév. Igen. Oda is lett. Én szeretem a malévot, azért ott csináltak egész grill csirkét, tehát azért szabad szemmel alig volt látható, amit leraktak elé sokszor. Egy atén, Budapest aténon. Igen, azért nem csodálom, hogy hazavitték a grill csirkét, azt nem mi kaptuk meg. Na, mutatjuk, mit csinál Owen bácsi Beru néni. Jó, figyelj Csaba. Oké. Aha, bizonyám. Vadlesen vannak. Aha. Vadlesen vannak. Wow. Na. Mit főzöl éppen? Mindent. Egy konkrétumot? Jelen pillanatban a kollégám átvette stafétabotot, úgyhogy... Na jó, de mégis mi a fő csapás irány? Csilisbab. Így van. Tokály, leves, minden, amiket. Jó. Az igen. Az jó hang. Az jó hang. Na figyelj, ez egy rövid dal részlet lesz, amit ki kell találnod. Jó, figyelj? Jó. Na. Ajaj. Mutatjuk még egyszer, figyelj. Köszönöm. Na. Fú, nem tudom. Jó, mutatunk hosszabb részletet. Köszönöm. Benned is ég az a láz. Kérem. Hogy? Hogyan? Így van. Benned is ég az a láz. Nem, ezt nekem mondod? Indián tánc. Ha már jön hozzánk. Ez az. Ákos. Bizonyám, Ákos, így van. És azzal az én merjél énekel benne duettet, akivel a legjobban szeret saját magával, nem tudom figyelni. Igen. Jól van, ügyes vagy. Köszönöm szépen. Megvan az ajándékcsomag. Hosszabbat mutatunk, vagy a rövidebből kitaláltad? Mutatunk hosszabbat, ugye? Igen, sajnos. Akkor sajnos a bögrét ki kell, hogy vegyük. Jó? Jó, rendben, szuper, köszönöm. De van még benne sapka, nyakbalkasztó, talán már a téli csomagot kapod, abban sárics van, úgyhogy sok minden van benne. Nem, most már itt az ősz. Itt van újra. Baseball sapka volt, télen meg sapkasál volt. Hát most visszállunk már? Most se jön a hideg. Álljunk vissza. Jó, meglátjuk, hogy mit küldünk. Jó, valamelyik benne. Rendben, köszönöm szépen. Jó, köszi. Sziasztok. Szia. Hello. Ciao, hello. Ugye télen az volt, hogy sapka volt, és jó polár sapka. Még nem jelezték a szélsz irányából, de majd rákérdezünk. Hogy most akkor mikor lép életbe a téli időszámítás? Ezt így fogjuk megkérdezni. Hát de nem így van, hát át kell állnunk, jön a hideg, jön a tél, úgyhogy most a baseball sapkát nem szabad túl sokáig adni. Trafia 37-es út alsó zsolcai elágazásában Imsi küldte nekünk, köszönjük szépen. Valamint az M1-es baleset miatt lezárva jövök szembe, tök üres Pitőr küldte nekünk, igen, ott a 31-esnél van egy nagy baleset. Úgyhogy vigyázzon mindenki, Békés Csabán a nyomda után van egy trafi, a kifelé vezető oldalon, fehér civil borából. Ott is vigyázzatok, Budai alsórakparton nagyon lassú haladás, csak úgy, mint a pesti alsórakparton. Csepel, szabad kikötőút, beállt, mint a szög, azt is üzente nekünk, és a hídon most állítják a háromlábút az M3-ason a 103-as kilométernél Pest felé. Na, mi pedig, ahogy mondtuk, ugye egy vendéggel folytatjuk majd 8 óra után, érkezik hozzánk Ákos, új album, új dal, új klip, minden új. Oh. Minden? Igen, igen. Itt van a kezemben egyébként a Még egyszer című album, és csak nézem a köszönetlistát, még lemondhatjuk, nem vagyunk benne. Még bejön ide, dédelgetjük, szeretgetjük, a tenyerünkön hordozzuk. Erre a programigazgatónak a neve van benne. Tényleg? Aha. Oh. Hát de tudod, hogy egy csomó mindent ő arat le, amit mi csinálunk. Nem tudok vitába szállni. Miért nem lepődöm meg ezen? 5 perc pontosan 8 óra, jövünk Ákossal a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk 8 perccel, szép reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk. Hajlani Krevic. Jó volt ez annak idején, amikor megjelent. Soroksárin a Vágóhíd előtt befeléként vannak a rendőrök, és a buszsáv használatáért kiszednek. Marcsi, drága vagy, hogy elküldted nekünk. Baleset a 66-os út 7-es 8-as kilométerek között a Mecseki szakaszon, a Nagykanyarban, Big Cigi üzente nekünk. Köszönjük szépen. Aztán M7-esen van egy trafink a 132-es kilométernél, Csempész üzente, ott is vigyázzon mindenki. Az is nagyon-nagyon fontos, valamint megnyitották az M1-es autópályát, úgyhogy lehet haladni mindkét irányban újra. 85-ös út Csorna belterületén szintén trafiznak, az egy állandó dolog. Ugye Csorna és mi a másik? Ja, Farád. Csorna és Farád. Hát ez nem változik, mindig ott vannak. És az alsó zsolcai elágazásban, a 37-es úton van egy trafi, úgyhogy ott is mindenki menjen lassan. Na, nekünk pedig hát megérkezett vendégünk, itt van velünk Ákos, jó reggelt! Hello Ákos! Sziasztok! Tehát alig jövök be, már is a Vágóhídról kell a híreket hallanom? Nem rólad jutott eszünkbe, mert nehogy azt, hogy nem volt benne semmi célirány. Nem, csak a helyzetről. Nem volt benne semmi tudatos. Megjött Ákos, egyébként a Vágóhídnál nagyon kell vigyázni. Jut eszünkbe! Jut eszembe. De én ezt szeretem, hát... Várjál, jut eszembe. Ő ezt szereti. Hát én kicsit, is valahol, na. Kicsit mi idejövünk, kicsit beszélgetünk, kicsit megcsipkedünk. Vagy ez kicsit azért te is szereted. Bejött ki, aztán rögtön lezabáltad a CD-ára. Nem az a duplája. Azt történt, mondjuk el a hallgatóknak, hogy én most egy fogpiszkáló a fogam között vagyok kényszerű itt ülni, mert a Feri meghallott, hogy nem volt időm reggelizni, hogy hozzátok jövök, és akkor mindjárt hozott egy megmondom őszintén, hogy eszembe se jutottál, ahogy hoztam a reggelit. Én azt hittem, párás szemekkel fogok most hálát mondani neked az ország nyilvánosság előtt. Hozom reggelit. Jó főz a Ferina. Jó, egy kis kormányban is jó, annyira jó főz egyébként voltak összevágva. De már is jó, honnan tudod? Hát gondolom, hát aki így főz. Azt mondják egyébként, hogy aki nagy vehemenciával főz, aki nagy ízeket használ, tehát egy szakásról meg tudod mondani, hogy milyen az ágyban. És ez a nőkre ugyanúgy igaz? Hát a jól főző nő jó az ágyban, és a jól főző pali jó az ágyban, igen? Na jó, hát tudod, ki jön hozzátok lemez bemutatni. Nem, megdumáljuk azt, ha megsértődsz, mert ezt 40 óra múlva, amikor már tényleg sértegetünk. Az is tök fontos. Hogy van ez? Tehát ha nő jól főz, egy picit léci Ákos. De most nem én. Pont, hogy nem én, hanem ugye a nő. Na. Kivárjuk. Érje a végére. Jó főző nő, az jó az ágyban. Vagy ő jó az ágyban. Hát nem feltétlenül. Az éneim egyáltalán nem tud főzni. Ellenben. Igen? Szomszédok is rájutnak. Ha hallod. Na, mi ezt megbeszélünk. Honnan volt a kolbász, arról beszéljünk. Békés Csaba. Nem mindegy, ugye annyit csomagoltál abban a nemzetbe, hogy... Mindegyük sajtot is, gyerekeknek is. Egy kis sajt, egy kis kolbász. Az furám, hogy fejhús nem volt, de mindegy, köszönöm szépen. Az ott van a nyakadon. Ákos, csak az érthető beszéd miatt megvárom, amíg kiválogatod, hogy utána... Most már jók a fogközők, igen. A fogorvosok ajánlásával. Abszolút megvárjuk, tehát van időnk. Van időnk. Most mi a visszavetted, hallod, láttad? Visszacsomagolta a CD-t? Azt mondtam, hogy ezekhez nem jövök. kirúgnak, akkor hazaviszem. Ne, odaadta, behúztuk a dalt, és viszi el. Hát most nem gondolod. Egyet nyomtatok? Már úgy sincs CD eladás. Ma úgy, hogy nagyon, nagyon kis példányszámot szabad csak nyomni. 10, mert nagy a család. De egyébként talán el lehet mondani, hogy amikor a gyártól megrendeltük a példányszámot, akkor visszakérdeztek, hogy mennyi, mint a reklámba, mert hogy mostanában nem volt ilyen. De hát viszonylag jók az előrejelzések, azt mondják, hogy van ember, aki várja ezt a lemezt. Elővételbe arany, mint az összes Kozsó. Bejelentkezett a Tesco. Hát szeretnénk a nagy elődök nyomába lépni. 50 000 elment, nem csak 10 000, 40 000 visszaküldünk, mert bizományba vettük át, tudod. Így volt gyorsan mindenkinek 100 000-re. A tincset növeztem, ennyit tudok mondani. Szóval, ja. Mit mondjak, hajnalban nézem hogy mondják ezt a közösségi oldalunkat, és akkor ott vannak emberek, akik azt mondják, hogy nem tudunk aludni, várjuk, hogy már hallhassuk, stb. Tényleg? Csak van, aki letölti a zenármázba. Nem szólsz a rokonoknak, hogy ne írogassanak? De nem szólok nekik, hogy írogassanak, hogy legyen mire hivatkozzak a reggeli műsorban. Hülye vagy? Ezt olyan a családnak, hogy gyerekek, értem, én nagyon kedvesek vagyok. Aludjatok. Semmi gond. Bocsi gyerekek, nyomjatok már egy lájkot a telón. Elalvás előtt egy lájkot a kucinak. Megyek a klasszba, valamit írjatok a falra, gyerekek, mert ez így nagyon így van. Ez Krisztán ne pörög túl. Krisztán menedzser, igen. Na, mi újság van, Ákos? Minden oké? Amúgy mi a helyzet? Amúgy történt valami veled most? Most kérdezzük, hát most beszélj. Mi van veled? Mi van veled, Ákos? Semmi? Hogy meg sehogy. Mit hoztál? Hoztál valamit? Még egyszer. Tehát még egyszer bejöttem hozzátok. Igen, most ez a kérdés, hogy mit jelent ez a cím, hogy még egyszer utoljára, vagy hogy újra meg újra. Én az utóbbira szavaznék. Nejem egyébként teljesen kiröhögött, amikor a lemez körüli utolsó sürgölődéseket eszközöltem, nem aludtam, nem ettem, mint ahogy azt mondja, te azt hiszed, egy régi világban élsz, azt hiszed, hogy még vannak emberek, akik lemezt tesznek. Milyen kedves a nejed azért, hogy ezzel az útra valóban mindig a realitás talaján áll, és nagyon helyes is, hogy van egy ilyen racionális ember a családban, és így gondoltam, hogy tök igaza van, de én nem tudok másképp. Tehát borító, klipforgatás, tehát egy olyan, hogy mondjam, egy másik világnak a őskövülete vagyok én, amikor volt ennek értelme. És az igazság az, hogy a közönségünk egy jelentős része ezt vissza is igazolja, hogy ők is ragaszkodnak még. Eleve, hogy album. Mi értelme van 2015-ben albumot kiadni? Ráadásul egy fizikai hanghordozón és egy olyan körítéssel, ahogy mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt adtak ki lemezeket. Ma egy-egy számmal jönnek ki emberek, fölpakolják a YouTube-ra, azt jónapot kívánok, és azzal hakniznak egész évben. Mi meg egy tök más étosz szerint működünk, és bár teljesen észszerűtlen, mondhatjuk talán korszerűtlennek is, de van visszaigazolásom. Hát abszolút, te azért mondhatni rólad, hogy te egy ódivatú pali vagy, és nem csak az öltözködés. Picit is így beszél a feleségével, nem amikor megkérdezte, és így ezt így elmondta neki, nézd, kérlek. De tegeződünk már. Még csak 28 éve ismerem, úgyhogy... És mi volt egyébként az ő konklúziója, mi volt? Mindegy, nekem így csinálsz, csak meglegyen a 2 hét Dubrovnik minden évben. Rájöváztál, hasonló a dolog, de nem. Természetesen az van, hogy szegény ugye végig asszisztálja a gyerekekkel együtt, amikor a úgynevezett alkotói folyamat zajlik. Tehát nem Dubrovnikban, de Horvátország egy másik rész, vagy Közép-Dalmácia egy másik részén ők már hallgatták a demókat, és azért most nekik is izgalmas talán kézbe fogni a lemezt, ami elkészült, mert egy csomó daltól ott írtam persze a közös. Mindjárt beszélünk a lemezről is, de ha már nyaralás, az a klasszikus nyaralós, hogy fölfújod a gumimatlacot, lábpumpával mész. De hallod, demókat csinál kint is. Erre az, hogy milyen a demo, mindjárt erről beszélünk. Fogod a kis matracot a kocsi tetején, fújod a kék színű pumpát, nagyon bevetődsz a matracra. Hát mesélj egy kicsit erről. Megtörtént történetet, based on a true story. Ákos abszolút hagyományos apuka, olyannyira, hogy elmegy a Fezen, a Fehérvári Zenei Napok Fesztiválján fellépni, 11-től hajnali 1 óráig ugrabugrál a színpadon, majd lejön a színpadról, már ott vár a 4 gyerek, kissé laposakat pislogva, anyuci, a kis busz seggén lógnak a biciklik, apuci beül, és elindul a Spliti komp irányába. Na most csak azt hagytam ki, hogy augusztus van és szombat, és akkor 1-kor lejöttem a színpadról, előtte is egy elég intenzív napom volt, ilyen magatokfajta sajtósok boldogítottak, hangbeállás, kutyafüle, mákostészta, és elérek a Spliti komphoz, de ott már 3 órát álltam a határon, akkor mint 1 órát álltam egy kifizetőkapunál, és úgy egy kicsit úgy ment le a gyújtást, tudjátok, amikor rá bólint az ember természetesen a megtartott maximális szabályos sebesség, egy ilyen 150-170, így ráborint az ember a kormányra. Mellette a négy gyerek okosan. De azok alszanak, úgyhogy nem látják, nem félnek. Ilyen cseh, szlovák és lengyel hasonlóan álmos apukák autóit, áttévedő, a sávunkba áttévedő autóit kerülgetjük. Megérkezem Splitbe, ahol 2,5 órát vártam a kompra. Egy olyan autósorban, amiből se előre, se hátra, se oldalra, se fölülre, se alulra kiállni nem lehetett, halkan lekéstük a kompot, és akkor választhattam, hogy várok-e 10 órát a következő kompra, vagy visszamegyek az autópályára. Vagy vissza Fezerre még egy ráadásra. Ott már nem vártak engem, mert addigra valami heavy metal együttes tekergette a haját, szóval a lényeg, hogy alig 16 óra alatt meg is érkeztünk a célállomásra, ami egy ilyen koncertes, kimaradt éjszaka után egy kicsit fura. Tehát ennyit a hagyományos apai. De viszel gitárt mondjuk a nyaralásra? Tehát vannak ilyen szituációk, hogy bent prüntpöksz az apartman, hogy hello, hello, és akkor na most ez inkonkrétó így zajlik. Tehát ebből most gyakorlatilag nem tudok semmi ügyet mondani neked. Viszek gitárt most és vittem. Muszáj volt. Csak van olyan, hogy apa, nem jössz a partra? De mindjárt megyek. Vált a kép, szürkület. És apa még mindig a kéglibe benjózik, és a gyerekek már elmesélik, hogy sümmel léptem, de kijött. Igen. És még mindig a Muszti Dobai gitáriskolát viszed magaddal? Azt nem kell, mert abban mind a 6 akkordot már használtam. De egyébként az szükséges. Tehát a karrierem alapköve. Sőt, mi többé kaptam levelet a szerzőktől, tényleg? Hogy örülnek, hogy sokszor emlegetem őket, adjam már oda a Hello kottáját, hogy hagyd tegyék bele. És nagy örömmel adtam. Hát nektek is megvan, csak más a címe. Hát persze, ugyanis ugyanabból 6 akkordból elég sok minden az a művészet. Igen. Ezért vagy művész. Hogy te miért vagy művész? Janikám. Okay. Hogy azért egy-két komoly dolgot is kérdezünk, ha már voltál ennyire rendes, és bejöttél. Mit szólsz, hogy Volkswagen botrány? Ugye, új dalod címe, még egyszer, ami engem a leginkább érdekel, hogy kongázik-e benne Inti. Ahogy ezt a zenekarunk hagyományos felállással diktálja, igen. Tehát végre hosszú idő után Inti kapott egy szólót. Jól van, 18. magyar szólóalbum. Hát azért ez egy nagy szó. Közben. Az egy nagy szó azért, a 18. Hát ez úgy mondja, ha eleget vagy jelen, és a közönség mondjuk megtart, nem dob el, akkor óhatatlanul, vagy akaratod ellenére is vannak ilyen számok, évfordulók, időnként 10 éve, 20 éve, 30, 40 éve jelent meg valamilyen lemezet, tehát egyre sokasodnak a jelek, ezek az útmenti mérföldkövek, hogy előbb-utóbb, mit olyan 10 éves lesz, a 10 éve korában meg ebbe a műfajban ez mondjuk nem annyira gyakori talán, vagy csak az ilyen kiméhet matuzsálemeknek jut ki, mint nekem. De csak azért beszélhetünk arról, hogy ez a 18. lemez, mert még mindig van ember, aki várja ezt az albumot. Ha ők nem volnának, akkor valószínűleg én sem lennék itt, és beszélgethetnénk. Akkor már te is csak egy YouTube-ra dolgoznál. Csak azért beszéltünk arról, hogy ez a 18. Már volt 17. Következő kérdés? Én erről nem tehetek, tisztelt bíróság. A szabályok ismerete nem mentesít a betartás alól, de én nem tudtam, kérem. Nem úgy indultam neki. A Best of játszik már Ákos dalt? Feri. Egyszer megpróbáltuk, de nem tudtuk leszedni. De mi volt? Aljas. Nem túl bonyolult volt. Annyira bonyolult volt a gitárszóló? Annyit mondanék, hogy én a Born to be Wildig szoktam ráérni. Tehát ilyen rockbulikban. Mindig kérdezik, hogy meddig maradsz. A Born to be Wild. Az nálunk a végén van, úgyhogy hát akkor végig kell hallgatni az egészet. Igen. Egyébként a koncerten érzed, hogy vannak, akik ilyen 18-asok, vagy a 40-es családosok, akik mennek? Hát azt kell mondanom. Ugyan, hát is együtörekszünk kicsit a hallgatóinkkal, mert reméljük azért bevonunk egy-két újat, de te úgy látod, hogy azért a fiatalok is nyitnak, jönnek, vagy ahogy te, ugye az ember öregszik, öregednek a hallgatók. Hát mind a kettő igaz, tehát furcsa módon felfedeznek minket a fiatalabbak, és most éppen legutóbb Szegeden játszottunk egy nagy ingyenes rendezvényen, a Tágastér Fesztiválon, és hát a közönség, ugye van ez a vicc, hogy van, hogy nagyja tőlem, az apraja meg a nagyjától, tehát itt a... És szerencsé, hogy nem ebből kell megélned azért, hogy... Hát ezért vannak itt képességek, de a lényeg az, hogy egész fiatalok is vannak, igen, van az a korosztály, aki végigkísért ezt az elmúlt 27 évet, most már 27-28 évet, és vannak tök új emberek is, akik felfedezik maguknak. Minden egyes fesztivál fellépés után kaptam olyan visszajelzést, többet is, hogy ez volt életem első Ákos koncertje. De nem az utolsó, ami egy nagyon klassz visszajelzés, ez azt jelenti, hogy minden fesztivál fellépésünk, vagy tulajdonképpen minden koncertünk az első előadás. Hát vagy több agyvérzésen volt túl. Mert hát az is lehet, hogy vagy kicsit feledékeny, de azt kell gondolnom, hogy ez őszinte visszajelzés, hogy ez egy nagy dolog, hogy mondjuk lassan már 30 éve lehet az ember debütáló első lemezes, és minden koncertre úgy lehet fölmenni, hogy lesz valaki, aki először lát, és ott vannak, akik már 1 milliószor láttak, azt a színvonatkozni kell, amit mondjuk ők kvázi rögzítettek, megszoktak, elfogadtak, és biztos lesz valaki most először lát, aki megnézi, vagy nem tudom én, negatív kritikáktól vezérelve jön oda, hogy egy kicsit megnézze, ugye mire képesek ezek az emberek, akiket leprofiztak, lekutyáztak, lemacskáztak, és kiderül, hogy mi is emberek vagyunk, és hogy van egy produkciónk, ami hat a közönségre, eddig így volt, vagy legalább az idén elmondhatjuk ezt, és akkor mindig kapok olyan visszajelzést, és na hát ezt nem tudtam, jaj de jó. Szóval igazából az éri meg, hogy van egy gárdája az embernek, aki várja a lemezét, meg hogy mindig van egy ilyen frikció, egy ilyen piszkálás, hogy mindig jönnek újak is. Tehát én ennek nagyon tudok örülni, ezt nagy becsbe tartom tényleg. Tomi írja, hogy jó volt a szegedi koncertpont, amit említettél. És az a fura, hogy ott ez már második szegedi bulink volt egy hónap alatt, mert egy hónappal korábban a szegedi ifjúsági napokon játszottunk a fesztiválon. Tehát ez egy fura esély volt a sorstól, meg a tágas tér szervezőitől, hogy egy hónappal a nagy bulink után, hát ezzel a nagy bulival ugye viszonylag ritkásabban lehet menni, egyrészt mert nagy, mert drága, mert költséges, mert marhalátványos, ez lényegében, most bocsánat, szólja, de kicsi az ország, és akkor vissza tudsz menni ugyanarra a helyre egy hónappal egy nagy koncert után. Még egy fél év múlva is korán szokott lenni, és most kaptunk erre esélyt a szervezőktől, a sorstól, a közönségtől. Esős, vacak, düszter idő volt, ilyen. Düszter? Ilyen nyálkás, németes nem voltál? Vedd el a szódásra, segítek. Nektek Dacia Duster, Jani. Tényleg Duster, Duster, neked Duster. De sokba fog ez kerülni a forgalmazónak, na mindegy. Nem, ők csak ezt így élvezik. Na olyan, mint az autó, na mindegy, szóval nem volt jó időnk, és ennek ellenére kitartó szép közönségünk volt, helyesek voltak, rengeteg kép van a neten, erről az oldalunkon is érdemes belekukkantani. Miért a Bánfalban hátul a vizéken a zenekar fotón, amikor ő a legjobb képű a csapatból? Hát ezért. Hát ezért. Nekem erre nagyon vigyázni kell, hogy eleve úgy van a castingolva a zenészek, azért nagyon jó képű ne legyen, és azért valahol a lepe mindig ott van a közelemben, hogy ellensúlyozzuk. Szép tégla szakállával. Tehát most szerintem elég pofás a zenekar, hogy most lassan másfél éve játszunk ebben a felállásban, kvartettben, Bánfalvi Sanyi a dobos, Lepés Gábor billentyűzik, Haber Zsolt egykori Bonanzás alapítótársa, a másik billentyűs. Ő írta ma megjelent Még egyszer című lemezre a zenék többségét, 2 dalt a Lepe jegyez zeneszerzőként, 2 dalt jó magam, az összes szöveget magam írtam, 13 új dal van rajta, köztük olyan számok, amit már ismerhet a közönség, ilyen az Igazán, amely lassan már 3 milliós nézettséget eléri a YouTube-on, vagy a programadó Újrakezdhetnénk tavalyról, és hát vannak rajta olyan számok is, amiket korábban nem lehetett hallani, szerintünk egy valami erős anyag, úgy is mondhatnám, hogy ilyen módon csapatmunkában nagyon régen dolgoztam. 3 millió az nem rossz egyébként, már mindjárt lenyomod Lalita. Az ilyen napol Budapest. Hát azt én erre tudok büszke lenni. Kis grófónak még nincs félnivalója. Különösen azért, mert mi nem használunk, hogy is mondjam, csak segédeszközöket, tehát ez egy valós nézettség, mert kíváncsiak is vagyunk, hogy hányan nézik. De hogyha nem volna 3 millió, vagy nem, az sem lenne olyan nagy baj. Ha most ez, hogy ez erre vergődött, erre a számra, ennek azért tudunk örülni. Azért ez egy szép szám. Na, meghallgatjuk a dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést, jó? Úgyhogy egy vadonatúj Ákos dal, itt a Morning Show-ban Még egyszer a dal címe. Meghallgatjuk, aztán jövünk a dal után. Morning Show dal premier. Fél 90 pontosan Ákos vadonatúj dala, itt a Morning Show-ban dal premier, Még egyszer, ez volt a dal címe. És volt közben egy jó poénja egyébként, de volt, hogy vigyázz Ákos a hírekkel, és a híres Ákos az erre azt mondja, Ákos a híres Ákos az én vagyok. Igen. Na, meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán folytatjuk a beszélgetést Ákossal. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 7 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ákos hírei után beszélgetés Ákossal, aztán hírek Ákossal, a játékban Ákos zenéje, dalpremier, a reklámokban Ákos turnéja. Ez kettős dolog, hogy híres Ákos, ugye, mert Ákos, aki a híreket olvassa. Ezt ketten is magatokra vehetétek, igen. És a Mihályok mehetnek a sunyiba? Neked smafuka Mihályok? Nekem nem. Egy Ákossal. Csak úgy mondom, és nem véletlenül Szent Mihály napján jelenik meg ez a lemez, ha már itt hoppá! Hoppá! Na, jó van akkor. Na, ha ezt kitalálod, célba hogy miért? A KDNP-seket is. innen puszíjuk, igen, azt aki érti. Na, vendégünk Ákos továbbra is. Hello Ákos, jó reggelt. Hát, ha valaki most kapcsolódott be, és a feles köszöntöm a hallgatókat. Hírek előtti részt nem hallotta. Most ül be a kocsiba, ugye hirtelen nem tudja, hogy miről van szó. Adjuk mindenki meg tudja, a kereteket. Mindenki tudja, hogy a kicsi gesztenyéről van szó. Mindenki tudja, hogy igen, a titkos üzenet a kicsi gesztenye. Így van. Valaki esetleg nem tudná, Ákos egy híres énekes. A híres Ákos énekes. Na, mutattál itt nekünk a dal alatt valamit, ami szenzációs, hogy készült a dalhoz egy klip is, ami 360 fokban készült, ez egy új technika, és az ember fog egy telefont a kezében, balra-jobbra elhúzza, és ha mondjuk nézi a dobosotokat, de téged akar megtalálni, akkor kicsit balra mozgatja a telefont, és ugye mint egy kamerának. Nézelődik a klipben, mint ha benne lenne, megválaszthatja, igen, a képirányt is megnézheti, hogy mit akar fölülnézni, alulnézni, téged nézni, a dobost nézni, vagy bárkit, ez egy baromi jó dolog. Ezt megnéztem, mint az ember 5 évesen így forgatja, és járkál a klipben. Ez mi is így vagyunk, akik csináltuk ezt a klipet, hogy mint az 5 évesek nézelődünk, és ezt az egész technikát most tanuljuk. Baromi izgalmas dolog, ugye, mert a nézőpontját ugyan nem választhatja meg a néző, de a nézés irányát azt megválaszthatja ebben a klipben. Ugye most úgy muzsikáltunk, hogy 4-en körbeálltuk ezt a kamerafürtöt, amivel ezt a térhatású 360 fokos képfelvételt készítik, és érezheti úgy, aki nézi ezt a klipet, hogy körülötte játszik a zenekar, és ő választja meg, hogy mit néz, mi érdekli őt a képsorok között. Most erről igazából egy kicsit a rádió, a tévében, nehéz, vagy tévé, a rádióban című, tehát ezt meg kell nézni. Ha valaki, akkor te ezt meg tudod oldani. Nagyon igyekszem, csak most úgy éreztem, hogy nem sikerül. Tehát arra buzdítom a közönséget, hogy nézzem majd rá erre a klipre. Az igazi élményt egyébként nem csak a videó megosztó adja, ott is meg lehet nézni. Nem csak a telefonos lejátszás adja, hanem amikor a telefont ebbe a VR, azaz virtuális valóság, virtual reality headsetbe, egy ilyen szemüvegszerű cuccba beleteszik, akkor tényleg olyan, hogy megszűnik a külvilág, és az ember belekerül egy virtuális térbe, és abba tud nézelődni, és amerre a fejedet fordítod, arra nézel. Tehát ezt csak használat közben lehet jószerével, teljességgel megérteni, hogy miről hablatyolok itt. Erre mód lesz a mai ünnepélyes lemezbemutató eseményünkön, vagy inkább úgy mondanám, hogy premier estünkön, és mód lesz majd annak a cégnek a boltjaiban megtekinteni, aki ebben segített nekünk, pontosabban aki meghívott erre a feladatra, mert én magam nagyon keveset, szinte semmit nem tudtam erről a technológiáról, mielőtt ez a megkeresés érkezett volna. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ezeket te kutatod, vagy megkeresnek, vagy nézed folyamatosan, hogy milyen lehetőségek vannak, miben lehetne újítani, miben kellene újítani, vagy megtalálnak, hogy van egy ilyen technikákos, forgasd le így a klippedet. Hát ez most egy megkeresés alapján történt, ezt nem én kutattam föl. Korábban voltak olyan innovatív megoldások, amelyeket mi forszíroztunk, és mi akartuk megtanulni, mondjuk annak idején 15 évvel ezelőtt a 2 rétegű DVD az egy vadonatúj technológiának számított, ma már röhögünk rajta, de az, hogy 9 GB információt préselni egy lemezre, és annak a formátumnak a minden csinyát, binyát megtanulni úgy, hogy sokan azért nem jártak az ember előtt az úton, az egy izgalmas feladat volt. Az első zenei magyar Blu-ray-t mit csináltuk, az is egy izgi dolog volt, hogy rájönni, hogy ez mennyiben különbözik, nem csak felbontásában, hanem mondjuk file szerkezetében a DVD-től. Tehát engem izgatnak ezek a technikai megoldások, de nem önmagukért. Én, ha most egy hülye szót akarok használni, akkor tartalomszolgáltató vagyok, tehát engem a tartalom érdekel, és azt is tudom, hogy a tartalom az mindig új meg új formátumokon jut el a közönséghez. Tehát ezt egy óriási jutalomnak tartom, hogy ez a 360 fokos forgatás lezajlott, rengeteg mindent tanultunk. Gondoljátok el, hogy mi abban a műfajban csináltunk klippeket az elmúlt 25-27 évben, ahol van egy nézésirány, leteszek egy kamerát, a stáb mögé megy, és amit meg akarok mutatni, az ahogy annak idején a színpadon zajlott, ugye, hogy a közönség ül a biztonságot nyújtó korlát mögött, langy sötétben, és akkor a színpadon történnek az események. A film sokáig ennek leképzése volt, hogy a kamerának van egy nézésiránya, a rendező eldönti, hogy mit akar megmutatni, és a közönség azt a nézésirányt nézi. Ez az első olyan formátum, ez a 360 fokos forgatás, amikor nem határozhatjuk meg, hogy a közönség hova néz. Adhatunk neki jelzéseket, hogy szerintünk mi a fontos abban a jelenetben, de ő maga, tulajdonképpen ő a vágója egy fix jelenetnek, benne van, és ő határozhatja meg, hogy melyik részletét akarja nézni a képnek. Pont úgy, mintha ott állna a zenekar által alkotott kör közepén. De ez már egy másik. Na, de hát ugye az már viszont egy másik, szintén nagyon népszerű előadó, de az attól, már egy másik világ. Attól függ, hogy jó vagy rossz barátom. Attól függ, hogy kik vitték el éppen. Nézzünk egy hét SMS-t. Nekem ma van a szülinapon, szóval köszönöm Ákosnak, hogy ezért megjelentetett egy CD-t, és koncertet is ad. Boldog szülinap. A Szegedi Ákos koncert nagyon jó volt, főleg közben a spontán gitáros dobos duett, ezt Balázs írta. Tehát pedig nekünk. Olvastam az interneten, hogy nálunk semmi spontaneitás nincsen. Ez egy indexcikk. Ez egy cikk. Igen. Jó, hát de már annyira nem spontán, figyelj, hogy annak tűnik, érted? Én voltam több Ákos koncerten. Ne kamuzzál. Tényleg. Én ott voltam akkor, nem, én ott voltam például tavaly az arénában, amikor elmondtam neked, mert azóta már voltál itt interjú, hogy milyen helyes voltál, amikor a Habernak te vezényeltél, mert a Zsolti annyira izgult, hogy kellett neki kézmozdulatokkal hát jobban izgult, mutatni, mint én, ami már és valami. Tapsolt a közösség, és mondtad neki, hogy ne kezd el, nyugi, hagyjuk, hogy örüljenek nekünk, én ott ültem. Élvezd a sikert! Élvezd a sikert! Én ezt végignéztem. Tűrd a sikert! Tűrd a sikert, és szerintem ment volna tovább, te látszott, hogy teljes nálatok ez volt? Amikor én voltam, akkor meg a Sanyi dobta hátba dobütővel, tudod, hogy minden előre ki van találva. Semmit semmi nem spontán, gyerekek. Hát nincs egy őszinte pillanatunk, már úgy vagyok. Szia Cimi, új lemezt csináltunk, nem is mondtad, jó ez a szám, de lehetett volna benne némi konga szóló a legelején, a trititi helyett. Akváriumban meghívott vendég vagyok? Igen, nem? Aláírás Inti. Ha hozod a cuccot, jöhetsz. Ezt a régi hangzást egyszerűen nem lehet megunni. Imádom. Annyira jó arc az Ákos, bírja a savazást és veszi a lapot is. Imádom. Köszönjük, hogy vagy. Csúcs volt a szombati szegedi koncert, várjuk a lemezt, sok sikert. Na, hát és akkor a megkoronázása ugye egy decemberi arénakoncert, mint már szinte minden évben mondhatni, hát, nem? Ott zárjátok majd az évet. Ha Isten segít, akkor ez meg is valósul. December 17-én játszunk az arénában. Azt kell mondanom, hogy elég temposan fogynak a jegyek, és mindig kapjuk a visszajelzéseket, hogy ez biztos csak duma, és csak szövegelünk erről, akkor én most szóvá tenném itt a ország leghallgatottabb rádióműsorában, hogy hát aki akar jönni, az meg ti is, főleg Jani, te, és hát hogy akkor na, szóval fogynak a jegyek. Igen, és nem szerintem Havasi Balázs, aki 4-et ad 2 nap alatt, úgyhogy hát mert ő, na jó, tehát mi nem vagyunk ennyire komolyak, meg ráadásul utánunk valami, nem tudom, valami ilyen szovjet-orosz produkcióban másnap, mert ugye mindenki már arra kacsingat, hogy tavaly dupla volt, akkor idén is biztos dupla lesz, de nem nézik meg az arénának a koncertbeosztását, ahol látszik, hogy másnap. Hozzatok elé egyet. Azt hiszem, hogy előtte is van valami. A lényeg az, hogy nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz módunk csak erre az egy bulira. Ez ráadásul egy csütörtöki nap, ami sok ember számára visszatartó. Erről akkor most elmondtam, hogy milyen okkal nem kell jönni, annak nem akar. Én úgy gondolom, hogy még egyszer, amelyet ma jelentettünk meg, ez az album, ez egy valami erős cucc, nagyon sok munkánk van benne. Nagyon remélem, hogy vissza fog igazolni a közönség, és ennél jobb reklám ennek a koncertnek nem kell, mert hiszen a december 17-i Arena koncertünk az a még egyszer lemezbemutatója. Tehát most egy fesztivál kompatibilis műsorral játszottunk csaknem 170 000 embernek, a turné során egy előadásunk még hátra van, most szombaton, október 3-án Győrött zárul a turnénk, és egy teljesen új műsorral készülünk az arénára, tehát ott a lemez, az új lemezdalaira fogunk koncentrálni, és persze repertoár darabokat is be fogunk emelni, több mint 2 órát fogunk játszani, nagyon izgalmas buli lesz, és úgy gondolom, hogy nagyon fel fog pörögni a jegyeladása attól, hogy ez az album most megjelent, annak ellenére, hogy már túl vagyunk az aréna felén, pedig nem reklámoztuk még. Tehát ezért arra szeretném felhívni azoknak figyelmét, akik szívesen jönnek erre az eladásra, hogy nagyjából mostanában kell jegyet venni. Iparkodjatok! Iparkodjatok! Király vagy te, soha egy jegyötös. Csak 10-es van nálam, nem gond? Tudsz visszadni? Jó, azt hiszem, hogy minden fontosat elmondtunk, jó? Azt hiszem 9 órakor már itt a Titus, úgyhogy vele meg tudod beszélni. Így van, oda tudod neki adni a tiszteletjét. Oké. Már kérte, úgyhogy igazad van. Tudom. Ákos, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Valami változás, ez a 4 ember lesz, senki nem változott. Azt látom, hogy a dietetikusodot még nem rúgtad ki. Ha még benn vagyok a zenekarban, akkor 4-en leszünk, igen. Tehát akikkel együtt turnéztek. Ákos, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy elmondhattam mindezt. Köszönjük szépen. Ákosra köszönjük szépen. Mi pedig játszunk, 3-as ugrással megyünk tovább. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Ha benyomom magunkat, itt vagyunk. Semmi, csak Jani már ráment az ingyen cuccra. Annyi már azonnal elkezdett tarhálni. Nem, tudod. Csak Ákos jelezte, hogy a 9-es szám a rock and roll életformának állít emléket, a címe Kedves nővérek. Szevasz Ákos, köszönjük szépen. Itt van a hallgatónk, halló, jó reggelt! Sziasztok, Ákos vagyok. Na, jó van, persze. Így nem áll, komolyan? Komolyan, Marton Ákos. Abatyárját, hát itt ma minden erről szól. Ákos, honnan hívtál minket? Szombathely vagyok. És azt mondod, hogy Intiről, akkor igen. Szombathely, de szeretem azt a várost. Szombathely? Na. Igen, Szombathelyet nagyon szeretem. Mi volt az a momentum, ami megragadott, ami igazán odaláncolt? A legutóbbi kitelepülésünk? Sokat vagyok Szombathelyen. Ja. Meg ott volt katona. Ákos, ott volt katona. Akkor azért, szép volt. Szeretted. Az egyik legjobb dalodat ott írtad, Ákos, a laktanyában, csak nem jut eszembe a címe. Hol vannak? Keresd meg a lányt. Azt, hogy laktanyában írtad, az egyik legjobb Ákos dal szerintem. Nem, az egy ergo. A ballagakatona, az nem az más. Keresd meg a lányt, szeretem azt a lányt. Azt a lányt, te is? Jogsoborok vagy? Jó, hát egy generáció vagyunk, azért történtek ott nagy dolgok. Nem, az tényleg jó dolog. Na, de koncentráljunk a másik Ákosra. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy nem olyan nehéz. Nem olyan nehéz. Jól van. Oké, mehetünk, Ákos? Igen, persze, hajrá. Milyen állatok hegedülnek a Tündér című Vörös Sándor versben? Hát, a békák fúvaláznak, akkor a sáskák hegedülnek. Így van, ügyes vagy. Nagyon jó. Menjünk tovább? Hát, persze, ha már játszunk. Itt szól a második kérdés. Melyik rajzfilm sorozat egyik hőse Tintás, Tunyacsáp, Quincy? Ő egy vagy három? Hát, Spongyabob. Spongyabob. Óriás harc. Egyébként szintén fúvós. Csak klarinétozik, tényleg? Igen? Aha. Tunyacsáp. Az jó. Mi legyen a harmadik kérdésem? Hát, nehéz nagyon. Ha nem történelmi, akkor hajrá. Szerintem nem. Tehát János megint nem tudom, puha volt. Igen. Ez nagyon könnyű harmadik kérdés, kifejezetten könnyű, tényleg. Hát akkor nagy ciki lesz, ha nem fogom tudni. Igen, ez is igaz. Akkor hajrá. Így szól a dal. Melyik országban található az iszlám világ szentvárosa Mekka? Melyik országban van Mekka? Hát... Szaúd-Arábia. Jézusom. Szaúd-Arábia. Életem nagy álma volt, hogy búmozzak egyet, úgyhogy... Ez az. Tényleg? Hát akkor ez... Akkor ez, hát ez sikerült. Nem ment ez? Nem? Nehéz volt? Nem, ciki lett volna hülyeséget mondani, nem mertem. Földrajz és történelem, ez a két nagy gyengém, úgyhogy pont sikerült ráhibázni. A történelemtől féltem jobban, hát a földrajz megbeégedett. Hát igen, ugye tudod, hát Mekka, oda mennek zarándokolni a muszlim hitűek. Persze, igen, az első számú zarándokhely, hát így igen. Jó, hát igen. Illetve a csillagászok már, hogy ez így meteorit. Jó, bumozunk egyet, nézzük meg, mire megyünk ezzel, jó? Okay. Figyelj, mennek az ajándékcsomagok, tiki-taki. Hát azért volt merénk is, nem tudom. Kraftat volt benne, nem mondhatjátok, hogy nem. Hát volt. Milyen, nálam villog? Hallod? Nálam ez annyira villog. Erre annyira villog. Így van, de cseréld ki a vetőcsövet, mert szerintem megrepet. Ilyen lövést nagyon régóta nem hallottunk. Viszont a nagy ajándékcsomagod. Köszönöm szépen. Figyelj, hát ennek a bumcofernek füle van. Ebben te se hittél nagyon, hogy ez villoghat, mi? Kivártam, céloztam, aztán hát mondom, lesz, ami lesz. A hanghatás az zseniális volt. Ákos, köszi, küldjük neked, jó? Én is köszönöm, sziasztok! Ciao. Szia! Köszi játékot, hello! Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! Úgy látom, hogy Ákos nem laktózérzékeny, még mindig tömír a sajtot. Jó, ne. Kaki? Nézzük a közlekedési. Én annyira bírom az Ákos, egyébként ő annyira jól bírja. Veszi a lapot, mindig nagyon kapja, de mindig jön. M7-es 132-esnél oda-vissza kameráznak. Jó utat mindenkinek. Ezt Metaxa küldte nekünk. M5-ös 32-es kilométerénél Pest felé kamion borult. Teljes lezárás van. Fú, ma megint front van. Lezárják az M1-eset. Az M1-est aztán megnyitják, erre lezárják az M5-öst. Folyamatosan történik valami. Azt nézem, hogy mi még a friss. Szentendre határában most települnek a rendőrök, Budapest felé haladókat fogják mérni. Balázs küldte nekünk, vigyázzon mindenki. A 66-os út 7-es 8-as kilométer közötti szakaszán, a Mecseki szakaszon a Nagykanyarban hatalmas baleset van. Vigyázzatok, Big Cigi küldte nekünk. 85-ös úton Csorna belterületén trafiznak, és a 37-es főút Károlyfalvánál a rendőrök mérnek mindkét irányban. Móni küldte nekünk, aki borsodi. Wing! Jövünk vissza nem sokára, és írja valaki, igen, Gellert kapott a boom. volt egy kis Gellert. Julival folytatjuk, kedv van, úgyhogy jön a mi Julink, és mesél egy picit. Az reméljük, kicsi szex. Valami lehetne. Azt tudom, hogy mesztelen jogázni készül, hogy elmente, lehet, hogy erről beszélnem tudom, de most ez a következő projekt, hogy megy mesztelen jogázni, úgyhogy ezért ezt előre szeretem. Úgyhogy Julival folytatjuk, Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 7 perccel. Másodjára elkezdjük, itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Van egy-két dolog, amit meg kell említeni, leginkább közlekedés fronton. Hát tele vagyunk balesettel, én nem tudom, hogy front jön, front megy, de vannak napok, amikor nyugi van, és vannak napok, amikor minden nap maga az Armageddon. Hát ez majd ilyen. Autó az árokban az M1-esen Pest felé a 132-es kilométernél, műszaki mentés most kezdődik, dugó lesz, Henger küldte nekünk. A 3-as számú főúton a Tardi elágazásnál dombtetőn a szokott helyen mérik a Mezőkövesd felől érkezőket, a rendőr Oktávia zöld, és teljesen belolvad a bokorba, ami elé beállt. Gabóca küldte nekünk. Balatonkeresztúron szintén mérnek, Kriszti üzeni, 26-os főúton Sajó-Szentpéter bertületén trafiznak, Nagyárpi küldte nekünk, köszönjük szépen. Újra felbukkant, és újra elküldött nekünk egy közlekedést. Szombathely és Sárvár lehajtó között 2 hídról és 3 trafival mérnek. Ez az M86-oson van. Mentél arra, jó? Feri? 86-os nem voltam még. Nem voltál még? Annyira várom. Azt a rövid szakaszt, amit még tavasszal csináltunk meg, azt ugye ott ismerjük, és akkor már távolról láttad az új szakaszt. Ú, de jó, de nem volt. Utálom, amikor lejössz az autópályára, és onnan beverekedni magad a Csornáig, de most ezt az egészet ott átadták, hát az aki arra él, arra lakik, az egy hatalmas élmény lehet. Ráadásul képzeld azon falvakat, akik most végre felszabadulnak. Nincs, és meg tudod csináltatni a házadat, a homlokzatot, tataroztatni, végre rendbehozni, és nem lesznek soha többet kamionok. Úgy kiengedheted a gyereket az utcára. Kimehet a gyerek, amire felértékelődik. De először ők is félve mennek majd ki. Van itt valaki, mi történt? Felértékelődik az ingatlanod, és végre véget ér az a rémálom, hogy ilyen kis falvakon keresztül ezek a brutál nagy kamionok szétszedték a betont, nem tudtál előzni, emlékszem, mentél, beálltál valahova, akkor tudtad, hogy 80 kilométeren keresztül így mész, fú. Metaxa küldte nekünk, hogy az M7-es 132-es kilométerénél oda-vissza kameráznak, jó utat mindenkinek, valamint az M5-ösön a 32-es kilométernél Pest felé kamion borult, teljes lezárás, ezt pedig Bence küldte nekünk. Na. Megette az összes kolbászt, így nem néztem. Ákos, jól érezte magát, hát nálunk, mindig jön. Helyes volt, aranyos, most köszönt be, úgyhogy most ment el. Csomagolt is egy kicsit, figyelj, vagyunk hírigyek. Hozott fel egy kis házi kolbászt, házi sajtot, tehát egyen csak nyugodtan. Még meglett az eredmény, és viszonylag gyorsan, legalább 4 órát volt a budin. Akkor a rohadék vagy. Ákos, egy dologért szeretett hozzánk bejárni, hogy sehol nem így interjúznak vele, hogy mi. Nem. Tehát én azért sok Ákos interjút látok itt-ott, különböző sajtóorgánumokban, tévékben, hát a teljes áhír elhitat a körbenyalogatás és a körbepuszilgatás. A művész urat kérdeznénk, hogy mi az üzenete az új albumnak. Meg is érdemli, sokat is tett le az asztalra, azért tényleg hazánk egyik legjelesebb zenésze, zeneszerzője és slágergyárosa. Mi mindig egy kicsit más szellemben beszélünk vele. És én látom rajta, hogy azért a Pali ezt bírja, és kedveli. Meg kedvel minket. Most ez nem egy ilyen mentegetőzés, de tényleg a 26. nagyon nagy tisztelettel feltett kérdés után azt már kicsit te is tudnod, itt nem kap olyat. Viszont meg tudjuk, hogy milyen vasárnapi apuk, amikor a gyerek sűnbe lép Horvátország. Hát nem? Értem. De ő érzi. Vagy hogy milyen az új dietetikusabb. Így van, a tiszteletet. Igen, de egyébként tényleg nagyon kedveljük. Így van, hát a sark mögött ugye. Kedvan, ez azt jelenti, hogy megjött hozzánk Júli, és Júlival ugye hát mindig történik valami, és ami drága Júlink is el is mondja nekünk, úgyhogy meghallgatjuk, ha megtalálom. Itt van. Júlival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Júli élete, itt a Morning Show-ban. Ajjaj, te Júli, hát ha ezt látnak a hallgatók, hogy miket csinálsz, te Juliska. Hát a Feri kért meg, hogy feküdjek rá, hajoljak rá a mikrofonra. Jó mikrofon, az igen. Egy óriási A betűt formázott a szájából, és Júli ráhajolt a mikrofonba. Hello Júli, milyen idő van kint? Azt mondnak, süt a nap, jó idő van? Mi van kint? Kocsival jöttem, de egyébként igen. Hát egyébként nem rossz. Hűvös, még hideg. Na hát most mit mondjak, ugyanolyan, mint amikor jöttetek szerintem. Gyerekeket szétdobáltad suliba, nagy kabát már kellett reggelre. Igen, a lányom kritikán aluli állapotban ébredt. Én nem tudom, nektek nincsen, hogy bármit csinálsz, nem jó. Pedig én úgy kell, úgy ébresztem. Nem jó vagy egy gyerek. Házasok vagyunk mind a hárman, úgyhogy tudjuk, hogy órákat dolgozom, hogy jól legyen. Mindig csak az, hogy ennyit tud. Csücsörögve ébresztettem, simogattam, keltettem. Hagyjál végén. Ez egy nagyon jó dolog, de ilyenkor gondolja arra, hogy ugye sokszor a gyereket, ha felkelted, akkor van egy elvárásod, hogy viselkedj. Miért undok, miért nem aludni. És aztán rájössz, hogy basszus, én ugyanígy kelek. És ha én kelhetek, és engem nem csesztett senki, a gyerek miért te kelhetne azért, mert gyerek? Nem? Mert te vagy az apja. Igen, jó? De hogy egyébként milyen hülye elvárás, hogy ne legyen rossz kedvű, kelljen, azonnal jó kedvű legyen, öltözön. Hányszor kellünk úgy, hogy rossz kedved van, hogy nem kívánsz senkit, hogy utálod az egész világot, hogy rosszul aludtál, nem? Hányszor van és a gyerek ezt miért engedhetné meg magának azért, mert 20 éve vagy 25 éve fiatal. És azonnal minden szülő elvárás, hogy jó kedvű legyen, kelljen föl, induljon iskolába, mosolyogjon. Közben jó, de egyébként ez tök könnyű visszagyúrni, legalábbis szerintem egy felnőttnek. Oda viszem a kakaót, betakargatom lent a kanapén, gyütyörgök neki, sőt, ha látom, hogy rossz paszban vannak, még fel is öltöztetem, tehát nem várom el tőle, hogy ő öltözzön föl, és ez a pasi. Nem, ja, a lányom. Ja, nem, mondom, az nagyon menő, hogy így próbálod. Mondtad, hogy könnyű visszagyúrni a felnőtteket. Felnőttek könnyű visszagyúrni szerintem egy gyereket, mert a felnőtt, hogyha rossz kedvel kell, és utána odahozza a férje, vagy a felesége a kávét, vagy a reggelit, akkor szerintem ott nehéz rossz kedvűnek maradni. Te ágyba viszed a reggelit? Nem viszem, de kijön, lejön, és csinálsz neki egy kávét. Csinálsz neki kávét? Igen, miért nem csináltak egymásnak kávét? Nincs kávéfőzőnk. Ja, mondjuk úgy nehéz. Tudod, mennyire hiányzik reggel egy kávét végén? Egy friss háfogya szörpöt. Most akarok venni egy kávéfőzőt, hogy tudjak kávét inni reggel. Jaj, kézzétek el, holnap megyek az első tverkórámra. Mi? Nem, hát. Nem mondod, hogy tverkelni mész. De. Mi az a tver? A tverkelés az egy... Mi az a tver? Mindig elfelejtett, hogy bácsik is ülnek. Láttál hip-hop klipet akkor? Jó, fenék! Én azt gondoltam, hogy ez annyi, hogy az ember rázza a fenekét, és azt gondoltam, hogy ez így annyira nem egy nagy mutatvány, aztán így egyszer megpróbáltam úgy csinálni, ahogy ők csinálnak. Kérdezni is akartam, hogy miért növeszted. Ez olyan, mint a rútát, azt gondolod, hogy csak fölkapaszkodsz rá, meg kell fogni valamit, és brutálisan néz. A tverkelés ugye az a fenékrázás, tehát konkrét gyakorlatok vannak, olyan feneked lesz, hogy őrület. A pohár megáll. A technika. A technika, igen, azt mondják, hogy iszonyú jó. Egyrészt nagyon jó alakot csinál, másrészt pedig, hogy, tehát, hogy fittebb, erősebb. Persze, jó. Igen, nyilván ez a cél. A rúttánccal az a baj, hogy otthonra nem fog tudni beszerelni egy rúttáncot. Gondolkodtam rajta, hogy elmegyek, de én nem, tehát én nincsen hely arra, hogy én valahova beszereljem. Az álmennyezetbe tudod. Az elsőnél, klasszik. Nem kell azt fölül is megfúrni, tehát vannak már olyan rudak, aminek olyan a talpa, hogy megfogja a sűrűt. Hát ez honnan tudod te? Te gyakorlat vagy a Miki. Nem rossz. 200 négyzetméteres nappalitokba oda be lehet tenni. Hát most az fontos, hogy jól nézzél ki, és rútáncoljál, vagy legyen helye. Vagy ha igazán, minden nem megy. Ha igazán akarod, akkor érted, hogy a vekerén van egy csomag behajtani tilos tábla, hogy ilyesmiért. Egyet hazaviszek. Vagy kimegy oda a sarokra. Igen, Miró kitépi. Szóval kérdése leszek, hogy csütörtökön le fogok-e tudni ülni, mert hogy állítólag az első edzés után nem nagyon lehet. Mármint hogy azért, mert iszonyú izomláza lesz. És mit mondanak, hogy mennyi idő után látszik? Tehát mikor kezd el gömbölyödni a popsi? Ja, hogy mikor, azt hát nem mennyi idő után? Nekem már most is gömbölyű. Jó, oké, de mikor lesz egy frissesű cipó? Olyan lopezes. Lopezessé és jó technikássá legalább 1-2 hónap kell, attól függ, hogy az ember mennyire suta. De én nem vagyok suta. Aha, ja, te nem vagy suta. Úgyhogy nem. Ügyes leszek. Na, téged szóval, nem nevezhet senki sutának. Holnap indulsz? Na, elmeséled a jövőt. Jó, elmesélem, persze. Csak csajok vannak, vagy állnak pasik is? Légy színe, legyél meg illúzió romboló. Miért? Hát a spinningelhet egy pasik. Nem, én nem akarom, hogy pasikt verkeljenek. Ez lesz a szülinapi ajándékot. Olyat verkelek neked jövőre májusban. Lekötöm a kezed hátra, bekötöm a szemed, és amikor azt gondolod, hogy a legbrutálisabb nőt rendeltem meg magamnak, leborotválom a fenekemet, brutálisat verkelek, nagyon fogsz mosolyogni, és a végén leveszem a szemkedet, és én vagyok. Már láttam a szemelődet, hogy a padlószőnyegen fekszel, és így jössz felé, megyek feléd, és azt mondom, hogy mindent a kéznek, semmit a szemnek megfoghatod nyugodtan. És a végén kiderül, hogy én voltam. De ha már ügyes leszek, egyébként nagyon szívesen megtanítok néhány trükköt. Azt azért szeretném, biztos, hogy nem örülnének neki otthon. Szeretni fogom majd 10 óra. Anya, majd picit később megyek, már Júli mutat nekem néhány verk. Nem úgy, hogy... De most az, hogy fogd meg a combodat, két kéze hajolj előre, és rász a segged, hát nem ő teszi oda. Odat neked, hanem hogy... Nézd, a papucs, de... Mutatnám neked azt. Nézzétek, tverkeljem magam. Nézzétek, mi ez a lábszak? Ja! Mi az, hogy leülsz egy padra, és kettőt verkel, és te megpróbáld leutánozni, tehát nincs semmi. Én is tudom csinálni. Én szeretem azokat a dolgokat, amiket aztán tudom használni valamire. Most hazamegyek, és elkezdek tverkelni. Hát tverkelsz egyet a Móninak. Ja? Csinálsz egy kis masnit, átkötöd a fejedet, és azt kedvet csinálok neki haladó technikák. Igen. Na, mi történt veled, Júli? Ezen kívül miért tverkelni? Képzeljétek el, srácok, hogy életemben először megkaptam a férjemtől azt, hogy illúzió romboló vagyok. Oh, ezek durva szavak. És befordult a fal felé. Befordult a fal felé, igen, és hát csak hosszas unszolásra lehetett újra visszafordítani. Tehát, ez nálatok neuralgikus pont, azért erős, vagy óránként 3-szor, vagy nem akarja. Nem, ez azért minden elkörül forog azért állandóan nálatok. Azért nagy szó nálunk, mert hogy nálunk ilyen sose volt még. Tehát, hogy ahogy a múltkor elmondtam, hogy... Pont igen, múltkor mesélted. Igen, tehát, hogy ez azért nagy szó nálunk, mert hogy a Miró szájából, ha ilyesmi elhangzik, akkor valami nagyon nagy probléma van. És a körülményekről pár szót, mama bugyi volt rajtam. Bocsássatok meg, a mama bugyi nem azt jelenti, hogy mint a Bridget Jonesban, hogy idáig ért, hanem az a normál, hát a normál bugyi, ami a férjem szerint mama bugyi, olyat már csak a 70 évesek hordanak. És volt rajta egy pecsét, hogy Magyar Vörös Kereszt. És mivel én fektetem a gyerekeket, és néha előfordul az, hogy elalszom az ágy végében, ezért állítólag nagyon kócosan és félálomba jöttem le a lépcsőn, és úgy bújtam oda hozzá, hogy szia, Mirókám, na akkor mi lesz most? Legyen valami, vagy ne legyen valami. Aha, és? És hát ebben a bugyiban? Igen, és pólóban, és azt mondta, hogy hát ez annyira illúzió romboló, hogy ezt inkább akkor most felejtsük el. Ez milyen bugyi? Ez a vastag? Ez a tundra bugyi? Nem tundra bugyi ez. Persze a Miró szerint az, de nem tundra bugyi, ez egy, hát nem tangana, hát egy ilyen tök normál. Nem francia. Nem, mert az a... Nem. A francia az jó. Nem volt semmi, nem értem. A francia jó, az finom. Nem, hát ez egy teljesen normál bugyi volt, de az a lényeg, hogy most először fordult elő ilyesmi, és ennek apropóján aztán így elkezdtem beszélgetni tartós párkapcsolatban élő barátokkal, barátnőkkel, hogy ki milyen szituációban hogyan lohad le a vágy leggyakrabban, vagy mik azok a pillanatok, amik abszolút illúzió rombolóak, és akkor bármi történik, utána már semmi sem jön össze. És egy csomó történetet találtam, ahol nekünk összecsengenek. Az én életem az ő életükkel. De azonnal körbehívod a barátnőket ilyenkor, és akkor ilyen gyűlös valamit, ezt mondta a férjem, úristen, csak megbeszéljétek kiszállant az Európarkban. De most olyanok ilyenek, hát másnap reggel fölhívják a barátnőket, és elmesélik, hogy mi történt. Hát így össze szoktunk jönni lányok, és akkor ez így szóba kerül. Hát hát a csajok szoktak ilyesmiről beszélni. Hogyne, hát persze, fiúk is csajok, és persze. És az első is leggyakoribb, mert összeszedtem, hogy a szomszédban ott van a gyerek, és álmában beszél, vagy járkál. Sőt, képzeljétek el, hogy az egyik barátnőm azt mesélte, hogy egyszer annyira belerendültek, hogy észre se vették, hogy átjött. Alvajáró a gyerek? Nem. Fölébredt, és fölébredt, hogy féljelent hozzánk is átjön a Benét csomószor, igen. Ne bánsd anyját! Így van. Anya! Hát szóval megmondtam már neked. Nem mond már, nektek volt olyan, hogy átjött akkor? Nem. Mindig kirakjuk a ne zavartál. Igen. És áron van ezt elolvastam. A kredencet az ajtó előtt. Körbe van kerítve a hálószoba, és 10 000 volt a kerítés. Van összes humoros piktogram, és mögötte két felkiáltó. Igen, anya-apa most tesson dolgozik. Nem, úgy nem jött. Hát mondom, hogy egyébként egy csomószor megjelenik ő is a kis párniával, hogy most rosszat támadott, hogy vihar van, vagy nem tudom fél, és akkor egy ilyen indián fejessel bevetődik oda kettőnk közé. Tehát hogy amikor azt hallod, hogy a szomszédban a gyerek motoszkál, akkor kimerőlvedik a pillanat, és hogyha hallod, hogy el is kezd járkálni, akkor nagyon zavartan húzott fel a ruhádat, majd rájössz, hogy csak alva jár, és éppen a szoba másik oldalára készül bekuckolni. Tehát nem célja az, hogy átjöjjön, de hogy mondjuk a szobában marad, az se izgalmas. Hát igen, mindegy, az a lényeg, hogy mozog. A másik ilyen, ami állítólag nagyon illúzióromboló és hazavágja a vágyat, az az, hogy ugye a tartós párkapcsolat az együtt jár azzal, hogy egy csomó olyan dolgot csinálsz, amit azelőtt sose csináltál a szerelmed előtt. Fület pucolsz, pisilsz, sarkítasz, tehát hogy most a legdurvábbakat mondod. Azért hallod. Nem szoktatok pisilni a... Kikérem magamnak, hogy nem. De szoktunk pisilni, képzeld el. Mert a sorbeték mondták egyszer egy interjúban, hogy náluk 2 fürdőszobája van a hálószobának, van egy a Rékának, van egy a Norminak, mert hogy van egy csomó olyan dolog, ami nem tartozik a másikra, és nem akarják látni, hogy olyat csinálok. Ezt nagyon sokan csinálják, ezt én is hallottam egyébként. Tehát, hogy megmaradjon az intimitás, hosszú évek alatt se történik semmi olyan. Tehát, hogy nem mutatkoznak egymásra, mesztelenül nem mennek közösen. Budira külön mennek. Tehát ilyet én is hallottam, hogy ez létezik, hogy ugye minél több... És nem jössz ki a fürdőszobából mesztelenül. Hát csak mondjuk, kimész utána, hogy kimész előtte. Rosszabb esetben nem kakész. De jó, tehát ezt úgy is tudod, hogy ez van. Hát ez most érted. Hát csak látni. Hát csak nem látni, nem biztos, hogy akarok. Jó, de hát ki tudja, hogy Norvégnál mi megy ottan, érted? De az meg a másik, azt nem tudjuk, igen. Azon gondolkoztat, hogy lehetne ezeket a vágyulóhasztó dolgot elkerülni, vagy hogy ez mennyire mérgezi a kapcsolatodat? Nem, leginkább ugye azt vettük sorba, aztán ugye gyorsan, mivel ott volt az élmény, ezért le is írtam, hogy másoknál mi miatt dől be ez a bizonyos vágy, és ez volt például a gyerek, a szomszédban motoszkál, az nálunk is megvan. Ez a fajta például az, hogy látom a férjemet pisilni, ez engem annyira nem vág földhöz, mert... Lehet, hogy egyébként sok helyen a gyerek inkább csak egy jó közös nagy kollektív hazugság, vagy egy közös nagy kifogás. Tehát ez nem lehet, hogy arról szól, hogy egyébként 2 ember kívánja egymást, akkor ez kívánja egymást a gyerek mellett. Múltkor is megkívántuk egymást, nézd meg, mi lett belőle. Nem azt mondom, hanem ez a nő is azt mondja, hogy fáradt vagyok a gyerek miatt, a férfi is azt mondja, hogy fáradt vagyok a gyerek miatt. Ez egy jó, ez egy senkit meg nem bántó, jó, elfogadott, mindenki által elfogadott közös nagy hazugság. De ezért nem gondolom azt, hogy azért, mert gyerek van, hát ha te nem kívánod a párodat, vagy az elmúltak, az nem a gyerek miatt múlt el, hanem akkor ki kell mondani, hogy valami miatt unalmas, egy sikú, nem tudom, nem foglalkozik magával, nem kívánom a feleségem. Ez nem a gyerek miatt van. Én értem, fáradtabb vagy, korán kelsz, a nőnek sincs kedve, mert nyűgösebb, de azért ez nem öli meg a vágyat, ez hosszú ideig te gyerekre fogod, az szerintem sokszor inkább kifogás, mint valódi érv, hogy te azért nem szexelsz. De hogy is 3 hónapja nem feküdtél le a férjeddel, vagy a feleségeddel, az azért történik, mert azt most nem kívánod. Lehet ezt bármire fogni, hogy a gyerek, meg a sok munka, meg fáj a fejem. Ez nem így van. Ha kívánsz valakit, akkor lehet, hogy csak 3 percig, 5 percig van egy röpke pillanatod, szexeltek egyet. Mondjátok, ha nem így van. Ez csak én kérdezem, nem? Van. Ezek ilyen nagy kollektív családon belüli hazugságok, kicsit a mamának is kényelmes, kicsit a papának is kényelmes. Nem kell szembesülni, nincs az, hogy most te vagy ronda, te hisztál meg, téged nem kívánlak, a gyerek. Hazudjunk együtt közösen egy nagyot, hát senki nem sérül. El is fogadjuk, és akkor az ugye el vagyunk havi 1-jel, vagy havi 2-vel. Szerintem nem így van? Párkapcsolatban szerintem ez, hogy is mondjam, megengedhetetlen. És akkor is, hogyha azt érzem, hogy egyébként kilóg mindenem, és fáradt vagyok, és nyűgös a gyerek miatt, bizonyos szituációkban szerintem akkor is. Jó, hát tudjuk, hogy nálam az ajtalan csapnak, hogy a csapás miatt. Igen, mert véged van. Tehát ne vagy belász, vagy véged van. Tehát erről beszéltünk azért a Miró mellett. Levegőbelő 2-t a Miró már jössz is. Igen, fogja az ákáját, előveszi, átmegy a szomszédba lövöldözni, tehát te azért nem mersz nemet mondani. Ez is nem erről van szó, csak azt gondolom, hogy ha van egy párom, akinek én igent mondtam, és szerettük egymást, és valahova jó volt, akkor nem várhatom el, hogy alkalmazkodjon egy új szituációhoz, hogy ott van egy gyerek, és tehát ez nem okozója, nem lehet oka annak, hogy csak óhatatlan előfordul, mert nem életszerű az, hogy mindig minden annyira top, érted, hogy mind a kettő nagyon jó formában vagy top, hogy a gyerek iskolában van, ki van szellőztetve, ki van mosva, ki van takarítva, és egyébként halkzene szól mindenhol gyertyák. A szellőztetés az külön, az nagyon fontos. Így van, én mindenképpen, figyelj, én ilyen kis tűnőm van, nagyon fontos a sok oxigén. Én értem, hogy ápolt lejön, de a kiszellőztetett lakás anélkül is. Tehát az meg bemegyek, és érzem, hogy na, Itt egy órája nem vagyok fisslemeget. Ebben a párbeszédben persze a gyerek és az, hogy ahogy ritkul a házas élet, az egy tünet, de itt most kifejezetten arról van szó, hogy mi az, ami kinyírja akkor abban a pillanatban na, de a hangulatot, és ezt, hogy a szomszédban motoszkálhat. Bocsánat, elnézés, Schuldigung bitte. Hogy figyelj, ez most itt róla szólt ez a történet, de mi van olyankor, amikor a férfi illúzió romboló? Mert ezek most ilyen tipikusan női dolgok volt, és amikor a férfi büdös, részeg, na, igénytelen, hát igen, ez is mindjárt jön a sorban. A következő az az volt, hogy amikor már lesevetkőzünk. Tehát, hogy úgy történnek a dolgok, ami nem csak nálunk. Legalább a cipőt rúg már le, Miro. De nem, most várjál, most nem csak rólunk van szó, hanem úgy általában. Tehát a nagy női tracsparti legutóbb azt hozták föl a csajok, hogy az is probléma, az is illúzióromboló, és az embernek elveszi az egész kedvét, hogy már egyáltalán nem készülünk erre az egész történetre. Úgy néz ki, hogy rajta marad a férjén a zokni, a másikon a póló, sőt olyan is van, ahol csak letolják a butyit meg az alsónadrágot, amit én egész egyszerűen nem is hiszek el, hogy ilyen létezik. Nem veszem a hasítást után konyhában. Egy 5 perc rajta van az 5 perces más, az más történet, de hogy tényleg... Melegítő alsó, hasítasi. Kicsit a tarjék kell húzni. Borzasztó, meg szerintem, amikor a Mirót én például meglátom zokniban, én röhögő görcsöt kapok, tehát ugye abban a pillanatban veszi le. És a bal kezében az autós táskával. Amiben a céges bevétel van, tudom. Hát ez egy nehéz kérdés egyébként, igen, önmagában. Hogy tartott fel hosszú éveken keresztül a vágyat? Hát azért ez egy komoly meló, nem? 6-8-10 évesen több gyerekkel azért azon melózni kell, hogy én ez működjön. Én nagyon szerintem egy ilyen szitu, hogy én például sokszor megkapom azt, hogy hát nem csinálok semmi olyat, amitől neki, ami vágy kell tőle. De! Hogy ne, várj. Éppen tverkelni miért rúttáncolsz, mesztelen jogára készülsz, a múltkor elmesélted, hogy táncoltál neki otthon, hát azért... Nem, de hát, hogy nem teszek apróságokat meg, például nem veszek föl egy tangát, vagy nem vagyok olyan nagyon cicás. Miközben a férfiak egyébként általában hogy várják a nőket egy ilyen helyzetben? Jó, most nem kell visszavágni. De érted, igen, mert most megteszem. Jó esetben kezet most. Hát kezet most, meg megfürdik. Na, de mit tud felvenni? Vegyek föl egy ilyen műbőr állarcot, vegyek föl egy hegesztő szemüveget, és üljek ott egy boxer alsóba. Te is vegyél fel egy tangát. Vegyek fel cicásan, gyere be a szobába. Az, hogy én értem, mit mondasz, hogy a palics készüljön rá. Tehát azért az nem egy rossz elvárás a Mirótól, hogy valami olyat kapják föl, ami ritkábban van rajtad. A te elvárásod az lehet, hogy vegyen föl ő is valamit, ami ritkábban van rajtad. Csak egy palinak azért szerintem szűkebb a mozgástere, ha csak nem megyünk el nagyon bizarr irányba. Ők elmennek. Fölvesz egy jó boxer, egy pólót, kicsit jó illatú, vagy az tök jó, de az alap azért egy nő több mindent tud, mert egy nő föl tud öltözni egy kicsit durvábban, egy nő föl tud öltözni nagyon szexisen, egy nő föl tud venni egy kicsit erotikusat, ami nem szexi, csak sejtett valamit, tehát nektek azért egy csomó eszköz van a kezetekben, hát most én felvetek egy tűzoltóruhát, és befeketek oda neked. Tűzoltó? Vagy pilótaruhát, kevesebb mozgásterem van szerintem Palikén. Világos, de egyébként nem? Induljunk már ki abból az pszitóból, hogy egy együttlét az általában úgy indul, hogy anyu leteszi a gyerekeket aludni, és milyen helyzetben találja, mikor visszatér apuhoz. Apu általában fekszik mondjuk a köntösben a kanapén, a lába fönt az asztalon. De én még sosem fekszem, basszus! És nézi a Walking Dead-et! De rossz a férfőtösben. Vagy Totfilz, vagy valami. Igen. Miért te így állsz az ajtóban, és támasztod, beolajozott tested? De mit csinálsz? Te hogy? Én amikor például sorozaton nézek, én valamikor edzem közben. Tényleg egy szobában, mert nem egy szobában csinálok gyakorlatokat. Soha nem fettem még kilógó hassal, köntösbe elnyúlva. Hol az egy sörös doboz alassabban. Velem azért erőfordul. A kék fotírköntös alatta semmi, a lábamon ott van az Adidas papomcsom. Igen. De mindezt úgy fekszel, hogy nem az ágyneműn, hanem egy nejlonborítás, hogy ne sérüljön az ágyneműn. Trüffeles a számszéle még. És fogod a távirányítót, amin szintén nejlon van, hogy ne sérüljön a távirányító. Nálatok azért ezt én sokkal inkább el tudom képzelni. Azért ez egy véglet, hogy kilógóha, sörhassal, köntösbe, frotírzokniba. Tehát azért... Hát pedig szerintem nem, ez nem a véglet. Hát de miért nem mondod el neki, hogy figyelj, vegyél, te akkor mondd, tehát az a jó, a pasikban az a jó, szerintem, hogy elmondják egyértelműen, mit akarnak a nőktől, édesen vegyél fel valami szex. A nőnek is egyértelműen kell kommunikálni. Azt tetszik, ha úgy vársz engem, hogy mondjátok ki, mert a palik jobban kimondják, és mindig azzal vagyunk megvádolva, hogy mi kimondjuk, és ezek az elvárásainkat. Tessék meg te is elmondani, azt szeretném, ma este hazamegyek, tedd le a gyerekeket, ebben várják. És ha teljesíti, akkor működik a terápia. Baratálkozz meg, vágd le a körmeidet. Ja, igen, persze. Kedv van úgy, hogy fürödj is meg, mert mindenki jobb látja a köldöket. Tehát állj ide nekem, és jövő héten elmondod, hogy működik-e. Találj egy olyan napot, amikor le tudjátok adni a gyerekeket. És állítsd késztények elé. Mondd meg neki, Miro, ma este ezt szeretném, mert nekem ez tetszik, engem ez izgat, nekem ez jó, és mondd el, te ne azt mondd, hogy vegyél föl valamit, mert a palik ilyetére hülyék. Az akkor ott fog feküdni költösbe, nem fogja megoldani. Mondd el, hogy mi az, ami neked tetszik, terápiás jelleg, és nézd meg, jövő héten mesélj, mi lett belőle. Megcsinálta, nem csinálta meg, jelmezkölcsönzőbe ment. Mit tudom, én nem tudom. Áll is késztényekkel. Hidd el, hogy az biciklis nadrág, ha neked az jó, érted? Persze. Szóval mondd el neki egyértelműen, hogy mit szeretnél. Egyébként meg, jó? Tehát a Miro az egy kezdeményező típus, tehát ezzel nincsen baj, meg igyekszik, meg sőt, jól csinálja, amit csinál. De igen, valaki egy kinőtt mackonadrág húzentrogára. Azt szerintem szeretnél, akkor vegye föl. Kicsi kőműves dekoldás, hát hány ilyet láttunk régen, nem? A hétvégi autószerelések, a panellakásokban, hát hány ilyen volt. Nagyon rendben volt. Figyelj, ti milyen gyakran hívjátok a férjeteket, feleségeteket, párotokat anyucinak vagy apucinak? Én azt utálom. Apucinak nagyon ritkán. Én utálom. Én nem szeretem. Apának, vagy nem apának? Azt apá, de anya, apa az mindig. Anya, én nem. Én erről olvastam egy elég hosszú cikket, hogy ez miért nem jó. Hogy és ez állítólag baromi rossz. Hú, nagyon. Ja, tudatosan elkerülött, hogy nem anyázol, nem apázol. Nem hívom anyának, nem az anyám, nem az anyámmal élek együtt, ő meg nem az apjával. Jó, de ő anya lett. De nem, tehát van erről egy elég jó cikk, ami azt mondja, hogy ha te anyácskának és apácskának hívod, akkor picit infantilis maradtál, és a saját anyaképedet vetíted a feleségedre. Tehát nem feltétlen egészséges, de mindenki úgy hívja, hogy akarja, mi nem anyácska, apácska, anya, apa, nálunk ez nincs. Nálunk mamice vagyok, nagyon gyakran. Mamice? Mamice. Mamice, az még jobb, mert ez egy ilyen öregasszonyos kicsit. Na, ebben is van azért egy pici kis frajdi elszólás, úgy érzem. Mamice, anyuci, bár én amiket sosem szoktam apucizni, vagy apázni, nálunk ő Miro, és valaki mondta azt, hogy ha anyukázod, vagy apukázod a párodat, akkor ő beleragad ebbe a szerepbe, és ő azokban a bizonyos más pillanatokban is, amikor inkább nőnek kellene lennie, vagy férnek, vagy feleségnek, akkor ő anyuka marad, és apuka marad. Igen. És egy idő után ez zavarokat okoz. Igen, bizony, ez nem feltétlen szerencsés. Igen. Hát akkor ezek zavarok még nálunk váratnak magukra, úgy érzem, mert nálunk közben van ez az anya-apa. Simán. Anci-apci. Simán van. Hát ez nem feltétlen baj, csak... Egy ismerősünk szólt egyébként ránk valamikor, hogy ne szeressétek már egymást annyira. Ne anyukázz már. És ami szintén vágyromból, és ez egyébként abszolút egyetértek, az pedig a méreg, a harag. Egy csomószor mondjátok, hogy a békülős szex az milyen jó. Hát én szerintem olyan nem létezik. Na ezzel nem értek egyet. Miért nem létezik? Miért nem? Azért, mert ez olyan dolog, hogy mint amikor feltöri a cipő a lábadat, akkor utána nem tudsz elmenni maratont futni, mert fáj. Tehát nem tudsz megszabadulni attól a pillanattól, hogy az előbb ez az ember, vagy ez egy órával, vagy reggel megrikatott, utána pedig este oda bujok hozzá. Na, ez szerintem nem így van. Ezzel nagyon nem értek. Nagyon jó. Ez szerintem nem így van. Szerintem is jó. Szerintem ad egy olyan plusz energiát, hogy a feleségedre békülsz? Hát optimális esetben. Optimálisan. Nem csak elhívom, hogy végignézzek, mert aztán megyek haza a békülő szexet. Figyeld, na, ez kellett. Ezt akartad, most békülj ki velem, Szerintem azzal az emberrel, aki neked fájdalmat okozott, és egy nagyon intenzív fájdalmat értél át, és megbántott, és esetleg sírtál emiatt, ahhoz nem tudsz utána úgy odabújni, hogy azt mondod, hogy ez meg se történt. Figyelj, hát nyilván ez vérmérséklet függő, hogy az ember aznap békül ki, 2 napig nem szólnak egymáshoz, 3 nap után békül, egy hét után. De szerintem sokszor egy-egy veszekedés az adhat egy plusz rendben. De nem könnyű. Nem feltétlen így van. Nem könnyű, nyilván a nőknek sem könnyű, nyilván a megbántás mértékétől is függ, nyilván attól is függ, hogy miket vágtatok egymás fejéhez, ha túlépsz egy határon, akkor az embernek legkevésbé. A másik emberrel van kedve együtt lennie, de amikor mondjuk volt egy laza kis ajtócsapkodás is, és átmegy este egy ilyen békülésbe, az szerintem tud plusz energiákat hozni, vagy hát legalábbis nem tudom. Én úgy érzem, hogy azért abban akkor van lendület. Szerintem... Kicsit megbüntetett, kicsit szexeltet, kicsit mérges is vagy, kicsit ő is mérges, kicsit most nem tudod, hogy mit csinál, de nagyon fáj, de hadd adja vissza. Én szerintem abban van, én ebben látok lehetőséget. Ezzel nincs. Ott lelkileg, tehát ez egy lelki teher. Tehát, hogy nem, ezt most pozitív értelemben mondom, tehát, hogy lelkiekben ahhoz az egy picit erősebbnek kell lenni, meg tényleg egy kicsit így lejjebb kell adni, picit így kompromisszumot kell kötni, kicsit így meg kell bocsátani a másiknak. Szóval ez egy komoly feladat ilyenkor tényleg megbocsátani, és aztán úgy oda menni hozzá, hogy... után megy tovább az élet. Ha nem váltok el, akkor azért egy normális családon, aki fölvállalja, vannak összeveszések, veszekedések, viták, hát azért... Ez nem egy örök életre szóló összeveszésnek a feloldása. Ne, persze. Igen, csak igen, de maga a feloldozás ad egy olyan könnyebbséget, és egy olyan plusz bele. Igen, ezt gondolod. Te jól esett, rahagy meg. Én ebben vitatkoznék veled, Gyuli. Beszél egyszer velem össze. És akkor megmutatom, hogy ez mi. Utána úgy megbüntetlek, hallod, a faladja a másikat. Brutálisan nagy békülő szexes vagyok, úgyhogy akarod, összeveszhetünk. Szerintem ebben van. Ad egy plusz intenzivitást a dolognak. Egy kicsit kimozgat a megszokott dologból, hozhat egyfajta új energiát, új lendületet. Úgyhogy nem. Jó, akkor verkelni mész, ezt mondd el, illetve a konkrét dolgot a paliknak, minden nő kipróbálja, nézzük meg, hogy mennyire hajtja végre, mit hajt végre, hogy értelmezi az üzenetedet, és mennyivel lesz jobb a dolog. Fontos, nem? Tehát, hogy ne csak elvárás legyen, hogy találj ki te is valami ügyet, mondd meg neki, hogy mit szeretné péntek vagy szombat este. Jó, kíváncsiak, hogy működik-e. Jó, a Miro első reakciója, amikor majd bejön a lakásba, és azt látja, hogy a szoba közepén, hogy irgalmatlanul tverkez, és így elmegy melletted, észreveszi egyáltalán, kéri a vacsoráját, megkérdezi, hogy gyerekek, alszanak-e, házi feladat kész van-e, vagy pedig rögtön veszi a lapot. Azonnal venni fogja. Én bírom, amikor a csajok ilyen nőies dolgot csinálnak, elmennek rúttáncolni, izmosodnak, tverkelni tanulnak. Ez kicsit azért magukról is szól, kicsit a paliról is szól, kicsit a vágy fenntartásáról is szól. Ezek szerintem tök jó dolgok a kapcsolatban. Ez szimpi. Ezt én szeretem. Igyekszem. Mesélj majd, mesztelen jogával mi van? Basszus, de most lelőtted a poént. Ja, mi, hallgat minket? Nem, ez egy... Ja, akkor nem kérdeztem semmit. Ezt felejtsétek el. Hallottatok? Fél tíz múlt pontosan 6 perccel. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ha van közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk, hogy tudjunk segíteni azoknak, akik úton vannak, jó? Jövünk mindjárt vissza. 3:10 lesz. Pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó kis Tiesto után itt vagyunk. Azt mondja, hogy mond. Csak azon gondolkodtam, hogy Juli egyeztet vajon a párjával a témákról. Utólag. Juli bevállalós, én ezért bírom. Kemény. Minden, figyelj, elmondja. De hogy... Miro, mit szólál, hogyha elmennék tverktaj folyamra? Nem érdekel. Jó, már voltam. Figyelj, ez lehet. Én azért bírom ezt a rovatot, meg azért bírom a Julit, mert hogy tök más, mint amit eddig megszokhatunk, de azért nem baj, mert ha megnézel egy nem igazán őszinte baráti találkozót, vagy társaságot, amik nem barátok, vagy haverok, akkor mindenki vetít. Mi, ha nem a barátaiddal beszélsz? Azért a barátok tudják, hogy mi a helyzet, nem? Milyen a szexuális életed? Mi bajod a feleségeddel? Mi bajod a barátnőddel? Kinek mi a nyűge? De munkahelyen, haveroknál azért, főleg a csajok is presztízselnek általában. És az én férjem a legjobb, az én családom a legjobb, itt minden gyönyörű, itt a 2 gyerek a legokosabb, az én férjem a legszebb, és közben nem nyúlnak hozzá, a férje félredúg, nem jár haza, és jobb hazudni, mint elmondani, hogy hát vannak gondok. Ugye, mert ezt az ember nehezen ismeri be. A Júli pedig azt mondja, igen, van ez a rovat, mi így élünk, nekünk vannak néha problémánk, jó dolgok, rossz dolgok, de szívesen beszélek róla, mert tudom, hogy másnál is van. És ez adja meg a rovat létjogosultságát, hogy nem egy ilyen rózsaszín felhő, mint ahogy amit sokan állítanak a párkapcsolatukról, nem? A legtöbb ember fél elmondani, még a legközeli barátaiknak is, hogy vannak nálunk problémák, de hogy vannak. A 2 gyerek tökéletes, feleség tökéletes, férjem tökéletes, mi nem veszekszünk, heti 4-szer szexelünk, és egyébként is a tenyeré hordoz. Aztán, ha rájössz, hogy valójában mi az igazság, rájössz, hogy köze nincs ahhoz, amit az az ember, férfi, nő állít sokszor magáról. Presztizsálnak a pasik is, a csajok is, mindenki mindig vetít, nem? És nálunk minden. Jaj, hát én nem is tudom, Julikám, te miről beszélsz, mondanád, hogy már az én férjem, meg mi aztán, érted, minden nap új tapétát rakunk föl akkora bulival éjszaka. A Juli meg azt mondja, hogy igen, így élünk, vannak jó dolgok, vannak rossz dolgok. Gondolatait mondja el ilyenkor a Juli. Teljesen egyértelmű. Mások helyett beszél, mások problémáiról is beszél, amikor mondjuk a saját problémáit osztja meg, és ez egy tök dicséretes. És a legérzékenyebb pontok, a leginkább fájóbb neuralgikus pontok, mint az együttlétek, mint a pasiktól a kedvesség, egy jó szó a nőnek, a nők irányába a szex, a gyereknevelés, az éjszakai kelés, hát ez... Aki párkapcsolatban él és valójában beleáll, és nem csak csajozik vagy pasizik, az tudja, hogy előbb-utóbb ezekkel a problémákkal valamilyen úton szembesülsz. Ha megunod azért, ha nem unod azért, ha egy nőd van, de 5-tel lennél azért, ha nem. Szóval, hogy ezek általános, mindenkire jellemző problémák, vagy témakörök, vagy kérdések. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ma egyetlen egy részből állítottak össze. Itt volt velünk Ákos. Ákos mindig jön, ha vele valami történik. Nagyon kedveljük, nagyon szeretjük őt, kicsit mindig meg is csipkedjük azért, de azt gondoljuk, azt hiszük, hogy azért ezt ő is kedvelői szereti. Úgyhogy vele beszélgetünk, mert hogy új dalt hozott nekünk, új albumot, új stúdióalbumot hozott. Még egyszer ez a címe a dalnak is, meg az albumnak is. és a Facebook oldalunkon fenn van egy fotó, nemrég készítettük, ő is rajta van, meg fogtok lepődni. Azt gondoltuk, hogy egy Ákosos beszélgetés, ez legyen már fönt egy olyan kép, amin ő is rajta van. Ez egy hihetetlen jó elgondolás volt, bárkitől jött egyébként. Egészen régóta lett a szakmában, igen. Szóval Ákossal beszélgettünk ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. És most hírek Ákossal. Igen, Csabi. A híres Ákossal. Hello, Csabi, jó reggelt. Jó reggelt. Imádom. Csávót. Én mindig ezt mondtam korábban is sok embernek, hogy szerintem Ákosnak van a legjobb humora. És aztán nem értették pont azért, amit te is mondasz, hogy ő mindig komolykodik. Vagy hát azt gondolják a riporterek, hogy őt csak komolyan lehet faggatni. Műsorkészítői felgondolkoz egyébként részünkre, ez teljesen tudatos. Pont ezért, hogy megmutassuk ezt az arcát, mert tényleg a legnagyobb áhítattal, brutális körmondatokat beszélve Ákost egy valamiről megkérdezed és fél óráig beszél. Bárhol hallok róla a riportot, mindig az, vagy vele riportot, kérdezz már bele, mondj már valamit, tudod, ne hagyd, mert az Ákos elindul és onnantól kezdve beszél. Mi pontosan ezért ezen eszközöket alkalmazva beszélgetünk. És kicsit kimozgassuk a palit abból, amit ő megszokott, hogy bejön, elkezd beszélni. Igen, térdre imához itt a művész, és mindenki feltett kézzel hallgatja, hogy úristen, Ákos beszél. És hát látod, az információ így is átjön, elmondja, hogy mondom, csak még egy kis pluszt is kapunk tőle. Biztos, én mindig kapok tőle pluszt, általában 2 CD-t szoktam aláíratni vele. Ez egyikre azt írom, hogy nak szeretettel Ákos, a másikon azt, hogy nek szeretettel Ákos, és biztos, hogy van zikkerem karácsonyra. Ugye? Ki a fene van meg a karjaival szeptemberben, Jani? Hát most nézd meg, mennyire élelmes. Nézzem már dátumra, és még hol van karácsony. Hívjuk a naphallgatóját. Csabinak ítértünk, Csabinak. Morning Show. Hey! Hello, jó reggelt. Hello, tetszett. Hogy hívnak? Feri vagyok. Feri, számítottál ránk? Nem, mert nagyon rutinosan mondtad be. Igen, azt írtad nekünk SMS-ben, nagyon szerettük, szia Cimi, új lemezt csináltunk, nem is mondtad. Jó, ez az új szám, de tetszett volna benne némi kongaszóló. Akváriumban meghívott vendég vagyok? Igen, nem? Inti. Aláírás Inti. Nagyon szerettük ezt az SMS-t. Nem lett volna rossz, hogyha mondjuk Ákos tényleg hagyott 2 jegyet, de hát mindegy, így is nagyon örülök. Hagyott csak a Janinak. Jani, ebben sem. Viszont Ákos jegy helyett mi egy szép ajándékcsomagot adunk neked, ha elfogadod. Jó? Köszönöm szépen. Te vagy a nap hallgatója. Hol hallgatsz minket? Veszprémben vagyok helyleg. Veszprémben vagy. Jó. Köszi, hogy minket hallgatsz, küldjük neked. Köszi, sziasztok! Ciao. Hello. Mondjuk Intiről se beszél senki annyit az országban, mint mi. Mi tartjuk életben a legendát. Ákos Inti alappoén. Nagyon szeretem. Na, Csabikám, remek zenék? Vannak egyébként a külföldi zenészek között is, akik legalább ennyire viccesek, bár róluk sem gondolnák sokan. Állítólag a One Republicnak az interjúi azok olyan, mint egy ilyen kabaré. És a One Republicot megnéztem, miért szeretik annyira az emberek, és legtöbben azt mondják, hogy azért, mert nagyon dallamos, és nagyon jó a hangja az énekesnek. És ami még van egy ilyen közös pont az Ákossal, a One Republicnak, hogy nincsenek botrányok. Tehát botrányok nélkül kizárólag a zenével, meg a dalokkal, meg a szövegekkel képesek ők is olyan magasságokba menni. És jó a sajtósuk minden bizonnyal. És most egy ilyen régebbi dalukat hozom, szerintem ez olyan, hogy ezt évek múlva is szeretni fogjuk. Nekem legalábbis nagyon beragadt, és nagyon szeretem a Love Runs Out. Meghallgatjuk csak. Jó. Meghallgatjuk. Jó van. 555-55-00, ez a telefonszáma, szeretnétek Csabitól dalt kérni. Mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Hallod? Ott azért volt menet is, nem tudom. Kaptad volt, de nem mondhatjátok, hogy nem. Hát volt. Milyen állam villog.